It's brand new. Óra, 11 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hú, ez csípám. Hihetetlen. Jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Egy nagyobb kolbásszál érkezett, ugye a hétvégi omékos kiállítók nagyon kedvesek voltak, és a Janinak mondtam, hogy van egy sor olyan kolbász, amit tényleg. Nyihár kolléga Békés Csabáról direkt azért gyártott, hogy ez 3 nap múlva még érződik. Akkor belehúztál. Kettőt így nyomora, úgy, ahogy van. Mondom, ilyen kolbász, páf azonnal. Tudod, jó. Tudtam, hogy jó minőségű, tudod, te hoztad, tudjuk az alapanyag, tudjuk honnan van, páf be. Kész, nem tudok beszélni. Nem látok, megvakultam. Be, mondja, hogy fia, akkor lesz nevetés, hogyha mondjuk Balázsi jön befelé, utolsó perc, meglátja az asztalon a cuccot, belenyúl, rögtön bekap 2 falatot, és beül ide, lenyel, azt mondja, az 3 nap múlva is csípja. Ezzel kezdett. Ezt vázoltat, hogy ez lesz. Mondtam, hogy biztos, hogy azt a sort fogod kihúzni, nem is akartam levenni róla a nájlon, mert tudom, hogy amikor te ilyenkor bejössz, akkor csípsz 2-t, és jössz be. Igen. És tudtam, hogy azt a sort fogod, mert... Na, mi ez, Laci, reggeli? Nézd, kolbász. Nem, Laci, ez csíp. Ennyit tudtam mondani. De Laci. De hogy azért van választék, tehát van. Csak mondom, hogy mellé nyúlhattál volna még 3-mal, 4-gyel is, de nem, rögtön beválasztott. Ez nem, amikor beleszalad egy pofom, ami nem jár neked. Jössz, és paf, kapsz egy választ, és mész tovább. Ne írod, srácok. Jaj, bocs, öreg, ne haragudj. Igen. Jó, de nem tudom, milyen kollega, de tényleg csíp. Ez 5 féle kolbász van. Hogy lehet ilyen tehetséges? Hogy lehetsz ennyire tehetséges? Hogy tudtam ebbe belenyúlni? Vigyázz! Ne azt, ne! És gondoltam, veszek hozzá egy kis friss retket, tudod, mintha a friss retek, ami szintén azért egy kicsit enyhén tud csípni, enyhíteni ezt a dolgot, betoltam egy kis retket, rásegítve a csípősre. Azt a minden. És az lett volna jó, hogyha meg egy kis fekete retket, tudod, ami még rásegít volna, igen, egy fokozatot, hogy nem 3, hanem 4 keresztes lett volna. Sajt is csíp. Bocs, nem, az összes többi kolbász sem csíp, az egy sor, Annának is mondtam, hogy arra vigyázni, Janinak is mondtam, de hát ő ugye leveszik belőle, mondom, tuti, hogy bele fogsz húzni. Így áll egy 2,5 liter tejet, az lefújtja. Azért egy ilyen kolbász retek tej, utána azért úgy van pH érték, nem? Van. Utána némi kis mentolos rágóval lehet azért, hogy kéne turbosítani. Mondjuk nehéz neki ellenállni. Feri hozott tegnap nekem is, ma reggel újra kellett csomagolnom egy kazalnyi pálpusztai sajtot, nekem az egy gyengém, és hát általában ugyanazt a márkát lehet kapni mindenhol, és van egy ilyen kis családi manufaktúra, ahol bepróbálkoztak egy saját modellnek az elkészítésével, és állítólag nagyon jól sikerült, ebből hozott Feri néhányat, már nem tudom becsukni a hűtőajtót a szaktól, át kellett csomagolni, hogy egy újabb szatyorba, tegnap sajnos így felejtettem, nagyon kíváncsi vagyok rá. Jó ez az omék. Én a pápusztai az azért jó, mert hogyha a családban csak egy ember szereti, akkor ő az, aki mindig az erkélyen ehet. Az jó, ott igen. És az a hűtőt is mérgezi. Az minden tönkretesz. Mindent. Ha ma olyan kávét kapnál a Lacitól, amiben tej van, és ugye a tej a pápusztai mellett volt, az ugye átveszi egy kicsit egy az szagokat, illatokat, úgyhogy a ne lepődj meg, a sajt ízű lesz. Egy kávét. Kicsit olyan, mint a szarvas gomba. És az ide be van csomagolva a hűtőbe, egy ilyen sajt? Ott van? De most... Túrorudi mellett láttam. Nem nyújtam hozzá. A túlorodó se nyúlja, már átvette a szakát. Ne nyújj hozzá. Ne. Minden reggel megnézem a hűtőt. Minden reggel úgy indulok, hogy bemegyek, és ha van idő, megnézem a hűtőt. Hogy van-e benne valami, ami érdekel. Kint ott van, becsomagoltam, az nem nyúlok, túlorodi. Hát indult a kezembe. Nem, de biztos van kolbász. Jó, nem. Álmodom, nem, ez nem az én túlorodi. És jövök be, nekem ez egy szeánsz. Tehát amikor tudok, hűtőt nézek. Hát ha valami. Egy csoki, valami. Tudom, benne egy ilyen zacskó, meg egy cserpes út így bent, így oldal. Kis tej oldal, meg egy lekvár. Ennyi. Igen? És nem szeretem, hogyha a megszólás végére megolvad rajta az étcsoki. És azért mindig berakom a hűtőbe. De ez részemről egy ilyen afrikai vadászkaland, hogy látjátok, hogy feszült vagyok már így a megszólások vége felé, és így támasztom a 2 karfát oldalt, az azért, amely előbb akarok hűtőzérni, mint Balázs. De már javulok, mert már nem eszem meg, tehát hogy így... Már így, azért így moderálom a... Meg hát ennyi finomság mellett, meg ilyen jó kis csípős kolbász mellett én azért nem enném meg a rutit. Mindig csak akkor eszem meg, ha tudom, hogy ki, meg tudom az eredetét, meg tudom, hogy honnan van. Te teljesen vadidegen dolgokat nem. Csak ha tudom, hogy ellenőrizhető. Mert akkor tudod, hogy kivel cseszel ki. Igen. Meg tudom, hogy tőled nem sajnálja, tudod. Jani? Tehát, hogy így...
a szívemről beszél, tényleg. Tehát tudom, hogy valaki olyantól veszem el, akit ismerek, és aki nem sajnálja. Ismeretlenül nem szép elvenni. Mert akkor nem tudod, hogy ki. Mert az meg. Lopás így meg. Igen. Így van. Így viszont csak tudom, hogy boldoggá tehettem, hogy adhatod. Igen, javak megosztása. Meg nekem ez olyan, mint egy ilyen plusz hajtómű, egy űrhajó, ami fölli szépen egy műholdat. Tehát, hogy egy pici kis plusz adrenalin fröccs így reggelenként. Tehát, hogy megeszi, nem eszi, megmarad, nem marad, eszek, nem eszek. Ott lesz, nem lesz. Igen. Úgyhogy ez teljesen. De ott van, nem nyúltam hozzá. Teljesen érintetlenül. Milyen kaják ezek az omékről, amit mondott, Jani? Van, tudod, nekem elég sok olyan ismerősen van, aki ezzel foglalatoskodik, valami oknál fogva így megszerettük egymást, ilyen kézművesek, biztos azért, mert egyszer ittunk egy valamit, és akkor ilyenkor mindig én körbejárok, és adnak egyet, vidd be a srácoknak, a reggeli, rendesen. Ezek mind azok. De vasárnap este már nem volt erőm összerakni. Ők hallgatnak is minket. Persze. Nem úgy, mint a Pest megyei labdarúgó szövetségektől kaptunk néhány üvegbort, nagyon szépen köszönjük, de nem nagyon értünk. Nem értjük. A dolgodat, az asztalodon van 4 palac. Ki dicsérhettünk vajon? Újsággal, mindennel. Hát nem tudom. Hát, de most hallották, hogy itt a magyar-román kapcsán megfogalmazott véleményünket, azért én bort nem küldenék. Hát én sem. Nagyon köszönjük. De kedvesek, aranyosak. Vagy lehet, hogy ez előpuhítás. Aha, hogy lássad a jövőben. Fiúk. De cimblán csak szeretnek, nem? És küldtek. Milyen bort küldtek? Mit küldtek? Nem rosszat egyébként. Valami barikolt oldós. Aha, mert 2007-es, úgyhogy az már egészen jó. Talán szexuális Batthyány pincészet. Igen? Mert, hogy elég jó. Ez jó. Nem, örülünk mi mindennek. Egyébként nem? Meg igen. Persze. Valaki gondol ránk, vagy valaki küld valamit, nem tarhálunk, de ha jön, akkor hát miért ne fogadnánk el? Meg nem kértük. Szeretünk mindenkit, csak valakit nem. Vagy nem úgy. Vagy másképp. Vagy azt mondjuk, hogy nem, de mélyen bent igen. De valahol igen. Úgyhogy így vagyunk. Tegnap belenéztem a TV2 esti műsorába. Na, végül melyik? Valaki. Igen, ezzel mint egy megduplázva nézettséget. Mert tudom, hogy előtte anyám is belenézett. Hogy nem, egyszerűen rájöttem, hogy annyira nem tudom már, hogy mi történik a hazai televíziózási piacon, illetve mindent tudok, mert mindenbe belenézek, ismerem az új Gundi új műsorát, megnéztem a TV-t, megnéztem, tehát hogy mindenkibe belenézek, de hosszú távon nem tévézek, nálunk mese megy este, meg híradó, de én nem tudtam, hogy ez mi, csak belenéztem, és a Berki volt benne, aki vett magának egy masnival átkötött fekete Audit, amit odaadott a párjának, aki viszont ennek nem örült, mert másra számított. Oh. Aha. De milyen a más autóra? Vagy más masnira. Vagy más masnira, nem tetszett neki a fekete autón a rózsaszín masnim. Hogy nem tudom, hogy ezt a műsort azért nem nézik, mert hogy annyira irritálja az embereket, hogy jönnek a celebek, vagy miért, de hogy így nem értettem a műsor mondani valóját. Ez most az, hogy ugye ilyen celebeket követnek. Igen, láttam, hogy Győzi a beállva valami kocsiba beszélni, meg láttam pont ezt a jelenetet, és akkor utána, hogy kikapcsoltam. De nem értettem, hogy ez inkább irritálja az embereket, nem? Hogy ahogy valaki vesz egy Audit átkötve egy masnival, hát az lehet, hogy igen. Meg a saját arcmásával díszített pólóban áll a sportautója mellett. És akkor a csaj mondta, hogy de miért ilyet, meg miért ez? Tehát ez nem is autó, miért nem egy jeepet? Beszélt, hogy ő már 10 évesen seftelésből tartotta fenn magát. Tehát, hogy ezek olyan furák, persze, hogy milyen üzenete van ennek. Én magát a Berki jelenséget. Nem értem a műsort. Én magát a Berki jelenséget sem nagyon értem. Ugye ő volt az, aki egy darabig itt a szomszéd pályán tevékenykedett. Igen. Fradi vezér volt. És akkor ő egyszer csak bekerült ebbe a körforgásba, és benne is maradt. Benne is maradt a fiú, hogy azóta ő mit csinál, miből él, egyrészt semmi közünk hozzá. Nem tudom, de mert tudnék olyan celebeket képernyőre tenni, akinek érdekelné szerintem a nézők, tehát érdeklődnének az élete iránt. De ha én a TV2 lennék, és elindítanék egy műsort, és azt számoljuk, hogy kik legyenek benne az arcok, legyen a Berki Krisztián, naturális, inkább irritálós, nagyon kevesen ismerik, de nem szimpatikus a fazon. Nekem nincs vele bajom, de hogy sokan inkább irritációt éreznek. Vivi Ágica. Azt se értem. Tehát, hogy olyan, mintha direkt ilyen rosszul vál, vagy nem értettem tényleg tegnap, hogy ez mi. Még a Győző volt a legszórakoztatóbb. Ők valamit veszekedtek a beáll egy kocsiba, de hát mondom, ez egy állandó jelenet. Hát ilyen Győzike Show Light. Igen, egy Győzike Show Light, meg ott van még a Horváth Éva, aki valami kolbászt evett valami kocsiba, és mentek valahova. A barátaival ő helyes volt, meg a Müllerőn, de 5 pont nem láttam tegnap. Nem tudsz olyat betenni szerintem, aki már jó. Tehát aki elvállalja, őróluk már minden. Igen.
Az összes ilyen celeb már körbe ment az összes szivatós műsorban, tehát már ti kivittétek a dzsungelbe, a TV2 már kivitte Afrikába, már minden. Lehet. Nem? Tehát, hogy most kit tennél be, aki érdekli az embereket, és el is vállalja. Tehát mert egyébként mondjuk megnéznéd lehet az Ákost, hogy ébred reggel, de hát ő meg nincs benne az ilyen bulikban. Hát ő nem. Ugye? Ő nem az a nagyon típus. Okosan egyébként, de ő nincs benne, vagy mit tudom én. Ébrednél egyszer a tudod, van a Pimasz úr, ahogy megy. A Luke Skywalkerre, vagy mondjuk a Lukáccsal a tankcsapdába, de ő is azt mondja, hogy ő nem akar ilyenekbe szerepelni. De Pimasz úrnak nézik a műsorát. Az megy? Az egy nézett műsor. Aha. Tehát a kis kábel csatornához képest, ugye a Super TV 2-n, az egy jól hozó műsor. Az ott megy a Super TV. Az ott megy, igen, aha, kedden este. Na, azt például szeretik. Aha. Hogy ő oda megy, és akkor ott befekszik, nagyon jó csatornátlagot hoz, meg nagyon, nagyon nézik igazából. Hát egy Tibi ugyanezt nem tudja elmondani, aha, magáról. Pedig ez is az is családi vállalkozás, ahogy hallom. Igen. Igen, mindenhol ott vannak az ismerősök, meg a barátnők. Nem mindenhol szerencsés. Na mindegy, nem, én csak így ezen gondolkodtam. Én minden műsort megnézek, nem nézek hosszú ideig, de én tegnap ebbe valahogy belefutottam egy kicsit, és akkor azt úgy néztem. Ha mondom, akár ez még jó is lehetne ez a műsor egyébként. De szóval van valami sztori, amire rá van fűt, tehát mindenkinek ugyanazt meg kell csinálni az összes sztárnak? Szerintem ilyen több szálon futnak az események, és mindenkinek megmutatják az életét kicsit. Uh-huh. De nem ugyanazt csinálja a Horváth Éva, mint a Berki, vagy nem ugyanazt csinálja, mint Vévi Ágica, mint a Müller Attila, hanem ők úgy élnek. Aha, tehát csak beletekintünk az életükbe, hogy ők hogy igen. Napokat. Igen. Hát igen. Hát nekünk ez van, ez a felhozatal, mert nyilván sokkal több embert érdekel például az, hogy mondjuk egy nap mondjuk Axl Rose-zal, Tommy Lee-vel a Mötlikrűből, és nem jól laknak, persze, meg ahogy hívják a, mit tudom én, a Steven Tylerrel, az Aerosmith-ből, és akkor így azért odaülnének az emberek, de hát nekünk. Igen, csak azoknak van, meg már nincs szüksége erre, tudod, szóval, hogy tényleg, amit a Feri is, hogy mindig azok vállalják el, akiknek kicsit szüksége van, viszont a kicsit szükséged van, akkor kicsit nyomorult vagy. Nem? Hogy menni akarsz ilyen? Hogy ezt tulajdonképpen bevállalod. Te mondjuk például a Berki Krisztián, az mit profitál ebből az egészből, azon kívül, hogy hát hogy mit? Hát ő rajta minden cselekvésén, minden posztján, minden írásán, minden cikkén az látszik, hogy ő megveszik azért, hogy ő celeb legyen. Ő szereti ezt. Hogy őt fölismerjék, és ő híres legyen. Nem fog tudni, mert nem... Szerintem nem átütő, de hogy tehát ő ezt szereti. Egyébként nincs vele baj. Hát sok embert irítál, de én tudok rajta röhögni, ha így olvasom valamilyen polgárpukkasztó nyilatkozatát, vagy valamit, mert nyilván kicsit ez a cél, hogy mindenkit idegesítsen. Én tényleg kifejezetten jól tudok rajta szórakozni. Na mindegy, úgyhogy hát aztán megnéztem egy followingot a Kevin Baconnel, és megint megállapítottam, hogy ez... Aha, hát ez így helyre rántottam. Helyre rántott a TV2. Visszatértél a saját inger küszöbödre. Igen, igen. Visszatértem, mi kell nekem. Hát igen, szóval, hogy ez megint egy csomó embert megöltek benne sajnos, de nagyon jó az a sorozat. Úristen. Én meg meghallgattam tegnap az új himnuszunkat. Hallottátok már? Nem. 90 másodperces. Gyakorlatilag ez az, ami a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak megfelel. A Magyar Olimpiai Bizottság megrendelésére készítette a MÁV szimfonikus zenekar. És egész jó lett. De érdekes. Az olimpiával kapcsolatos ünnepségekre, meg az olimpiára készült. De ez a klasszik himnusznak egy feldolgozás? Olyannyira klasszik, igen, egy picit gyorsabb, olyannyira klasszik, hogy ez az 1844-es Erkel féle himnusz. Aha. Tehát, hogy meghallgathatjuk azt, hogy milyennek szánta eredetileg a mester. Uh-huh. Mert hogy ugyanabból a kottából, partitúrából készült, így van 90 másodperces. Ami picit fura benne, az, hogy az elején is, meg így a vége felé is van egy kis harangozás, azt nem értettem, rögtön az órámra néztem, hogy már délva. Tehát olyan fura volt, de egyébként picit tempósabb, picit lendületesebb, nem olyan busongós, aha, mint amilyen. És nincs benne valami 2013-as csavat, egy scratch-elnek egyet, vagy valami modernizáljuk? Az nem. Nagyon hagyományőrzett, nagyon tradicionális, mondom, visszatérés a gyökerekhez. Érdekes. De miért kellett újat írni? Vannak vannak a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ilyen elvárásai a nemzeti himnuszokkal kapcsolatban, hogy rövidség, tömörség, tempó, stb., meg hogy 90 másodpercbe bele kell férnie. Hát ez megőrülök ezektől a szabályzásoktól, de komolyan mondom. Na, majd hét után belehallgatunk, de... Mondjuk mi ebből most jól jöttünk ki, mert mondom, gyakorlatilag visszatértünk az eredeti verzióhoz. Aha. Na, belehallgatunk. Álma hallgattad meg.
állva. Feri, hogy kérdezhetsz? Jó, csak én. Semmi. Hát persze, hogy állva. De a gyereket is felköltettem, és a feleség hajnal kettő volt. Felhúzta a lobogót. Nem? Zászlófelvonás, leengedés. Alakuló. Igen. De nekem tetszik egyébként a végeredmény. Hogy jó lett? Jó lett. Meg mondom, nem ez a mindenki által ismert, nyilván is megszokott, picit ilyen búsulósabb, lassabb, kicsit ilyen, hogy hívják, borongosabb hangulatú Trianon utáni himnuszról beszélünk, hanem az eredeti 1844-es erkelféléről. Hát én ezeket sose értem, hogy miért kell uniformizálni a himnuszokat, érted? Én értem, hogy nem ez lesz az eredeti himnuszunk, tehát megtarthatjuk, de hogy miért gondolja azt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ők megszabhatják, hogy milyen országnak milyen himnusza legyen. Ennyi másodperc, ne legyenek benne csönd, egy tempós legyen, ilyen, hogy annak az országnak van egy himnusza, nem? Azt az ország azt így szereti, így énekli, ezt akarja hallani. Biztos megnézték a közvetítésnek a kimutatását, az olimpiai közvetítésnek, és amikor himnusz ment, akkor mindig elkapcsoltak az emberek. Tudod, és azt gondolták, hogy egy jó tempójú himnusz alatt azt is át lehet ütni. Tehát csúcsokat lehet még ott, nem? Na le, biztos, persze, nyilván, más. Mindig az üzlet van benne, persze. Talán meg a magyar így, gyorsan. Bizony. Na, kíváncsi vagyok, meghallgatjuk majd. Mi volt múlt hét kedden? Azt írta valaki, hogy Kassa Tibi miatt kaptátok a bort. Múlt hét kedden. Ja, igen, mert hogy a Tibivel hergeltek, valami Tibi koncerttel hergeltek valamilyen... Jaj, tudom! Valamilyen kis meccsen, és akkor állítólag azt mondták, hogy azért győzött a hazai csapat, mert hogy a Tibi előtte nagyon jó hangulatot csinált egy kis koncerttel. Hát ez valami kis, tehát az azért nem egy válogatott mérkőzés volt. Ja, csak maradt még Magyar Labdarúgó Szövetséges boros. Ez a Pest megyei labdarúgó szövetség. Pest megyei? Persze. Akkor köszönjük nem szépen. A nagy, hanem egy picit kisebb. Jaha. Úgyhogy, és amiatt kaphattuk valószínűleg. Uh-huh. Na jó. Úgyhogy nagyon felhergelt őket a koncert. Eddára számította. Igen, itt a Pataki jött. Bali, köszi a following ajánlást. Két délután alatt kiakasztottam. Azért az egy rész egy órás, és van benne, nem tudom, 10 rész, vagy nem tudom mennyi. Azért ez kemény. Rá lehet cuppanni. Igen. Hát lehet cuppanni. Én most a hétvégén tartottam megint egy Spartacus maratont, ilyen fél ötös lefekvéssel. A Spartacus nagyon durván jó. Hát azért, te tudod, amikor még van hátra még három rész, de tudod, már szemedet alig tudod nyitva tartani, igen. És már kint látod az ablakon keresztül, hogy már deren kint, és még mindig, és a kezed oda nyúl a távjelenítőhöz, mint egy robot, és elindítja a következő részt, és nézed. Kölnek, szexelnek, nagyon durva. Igen. Jani, Walking Dead, október 14, 4. évad. Vicces, be van írva a naptárba, de azért köszönöm szépen, szóltam. Igen, és azoknak, akik esetleg még új sorozatra vágynak, már hogy nem új, de hogy most indul a 2. évad, illetve nem, a 3. évad indul most, a Homelandből lassan, úgyhogy tessék megnézni az első kettőt. Tehát minőségi sorozatokat hozunk. Lehetne egy rovatunk, ahol ezekről beszélünk, nem? Ilyen? Hát tényleg minőségi dolgokat hozunk. Tehát olyan nagyon sokszor nem nyúlunk mellé, és nem ajánlunk rosszat. Egy ilyen sorozat ajánló. Megdöbbentően jó sorozatok vannak. Tényleg jókat mondom, szerintem. American Horror Story 2. évad. Azt még nem nézem. Ez ennyi időm sajnos nincs. Ezek mennek valahol magyar csatornákon? Volt például a Falamingot, azt adta az RTL 2-1 valamelyik. Igen, azért van leszinkronizálva a legnagyobb bánatomra, és nem tudom úgy leszedni, hogy ne legyen leszinkronizálva. Mindenhol Kerekes József a gyilkos. De hogy... Igen. Sokkal, most már egy-két hónap alatt idejönnek a sorozatok. Tehát nem úgy van, mint régen, hogy vársz 2 évet, hanem itt megjön a sorozat Amerikában. Október, sőt, is egy-két hónap rá, 2 hétre lehet, hogy az RTL, az EXN-en vagy valahol premierje van. Tehát ez most már nagyon flottul megy, sőt, vannak világpremierek, tehát hogy nincs már ez az éves elmaradás, tudod, hogy mit tudom én, lement a 24 Jack Bauerrel első, és 2 év múlva megnéztük, hogy a kisváros után berakva, éjjel 11-re eldugva, tehát most már azért ez flottabb. Azt ugyanakkor nem értem, hogy a kisebb csatornáknál van egy ilyen nagyon fura bevett gyakorlat, hogy egy hétvég alatt ledarálnak egy teljes évadot, mondjuk pont egy sorozatból. Miatt, de nem, oda ülsz és néz. Azt még nem láttam. Mert hogy ott van például a Vikingek, amit nagyon-nagyon gyorsan így az egyik csatorna műsor eltűzte, és aztán így hush, így gyorsan az egészet. Aha. Le is tolták, hogy miért nem ültetik oda így, mit tudom én.
az embereket, lehet, hogy nem jött be. Tehát nem jött valószínűleg be, nem jött be, és persze, akkor gyorsan nem csinálnak. Nem. Ja, hogy nem, így volt. Nem is úgy kezdődött, hogy így volt, így van. Ez ilyen hétvégés történet volt, direkt így volt belőle. Nagyon fura, mert az is egy minőségi sorozat. Azt nem tudom. Na mindegy, szóval jön a Homeland 3, és az első két részt, azt ha még valaki akarja nézni, a harmadikat pótolja be, mert az is elég meleg. Oké, játék, ami a helyzet? Tegnap vesztettél, ha jól emlékszem. Ja, tényleg, úgy indítottunk, hogy... A fekete kereskedelem, megállapítottuk, igen, hogy mindegy, hogy most milyen helyesírási szabály, vagy hogy mi megadtuk. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Fél hét múlt egy perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 1-0-ra mennek a hallgatók. Tegnap, igen, fekete kereskedelem, ugye ez volt a tiltott szó, amit sikerült kimondani, úgyhogy megnézzük ma, kivel játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Attila, hello. Szia. Attila, honnan jössz minket? Salgótarján. Hajrá, Salgótarján. Úgy legyen. Ez mi volt? Irigy honaj mindig. Emlékszem, én is hallgattuk sokat. Attila, mi újság veled? Hát minden oké, dolgozunk éppen. Dolgozt. Kolléga szurkol az irodából, aztán. És jó a csapat Karancsalján? Legjobb. Az jó. Mit dolgoztok, mit csináltunk? A játszóterekhez gyártunk gumilapokat. Gyerek kiesik a hintából, ne vissza meg. Az jó, az a fekete színű, igen. Vagy ilyen, vagy piros. Igen, ilyen gumiörleményből. Az nagyon jó. Van zöld, fekete, vörös, egyéni kérdésre. Teljesen rendben. Az ilyen újra felhasznált anyag? Úgy van, igen. És ez miből van, ilyen gumiabroncsokból, meg ilyenekből? Igen, nagyon eltaláltad, igazából ezt neked kéne mondani, mert nagyon. Na jó, kivel szeretné játszani, Attila? Jánossal. Na, Jánossal. Nem rossz választás. Nem rossz választás. Indítjuk az órát, jó? Figyelj, Attila. Jó, rendben. 3, 2, 1, és tessék. Szeretnél kérdezni? Igazából kérdezte János. Szoktál feljelni a Salgóvárhoz? Szoktam. Az egyik kedvenc ilyen turista helyem, mivel én szoktál túrázni? Úgy van, szeretett túrázni. Én viszonylag rövid ideje élek itt Salgóterrenben. Hol éltek korábban? Én Mátészalkán. Mátészalkán? Úgy van. Jó messzire kerültél. Miért? Családi okokból? Családi okokból. Ide nősültem. Mikor nősültem? Egy Salgótarjáni leánytót, aztán összejöttünk tavaly július 29-én. Gyerekkor már? Még nincs, de tervezitek? Mindenféleképpen szeretnénk gyereket, nagy családot. Vége az időnek, de várjál, megjött sólyom szem. Azt mondtad, Attila, ne arra, hogy nem régen. Hoppá! Álljál csak meg! Ácsi! Áj! Figyelj, láttad volna az üvegből, hogy már jöttem! Ez úgy átsiklott rajtam. Igen. Mondjuk azért meg újságot olvastam, nem? Igen, csak azért nem tudod kirolni az Anna, mert befelé nyílik az ajtó, és kifelé toltam. Figyelj! A helyzet az, hogy Janinak szól a tap. Szép volt, Jani! Köszi! Jó volt a sztori. Belemelegettem. Bele. Ja. Sajnos én is. Hát figyelj, nincs ajándékcsomag, viszont itt voltunk, játszottunk, elbúcsúzunk. Jó? Ez a lényeg. Minden jót nektek. Köszi, ciao. Szép napot. Hello. Szép volt, Jani. Köszi. Helyrehozta a tegnapi baklövésemet, így már egy-egy van. Sokkal kiegyensúlyozottabb a dolog. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. Meghallgatjuk ezt a himnuszt, csak kíváncsiságból, mert én még nem hallottam, és mindig rettegek.
amikor olyat hallok, hogy valamihez hozzányúltak, aminek hagyománya van, évtizedes, évszázados hagyománya, olyan, amilyen, hogy most szeretjük vagy nem szeretjük, az egy dolog, de hogy olyan, amilyen. Nem? Ezt így kell szeretni. Ez nem nagyon illik hozzányúlni, vagy nem nagyon szoktak hozzányúlni. Ugye itt tempó problémák voltak, illetve nem problémák voltak, hanem hogy az volt a kérés, ugye? Az olimpiai bizottság fel kicsit tegyünk oda, tehát ne legyen az a lassú dolog, ami, ha belegondolsz, talán helyén való is, mert ott áll egy fiatalember, vagy egy csapat, nyakába teszik az aranyérmet. Iszonyatosan örülnek életük egyik legnagyobb pillanata. A világ, tehát a legfontosabb pillanat az életedben, a legszebb pillanat, ott állsz, és akkor... Igen, de hogy nekem, igen, nekem meg az a bajom, hogy miért nyúlnak hozzá? Tehát én értem, hogy gyorsnak kell lenni, meg értem, amit te mondasz, hogy lassú. Igen, hogy de ezt a himnuszat megírták valahogy. Azt megírta a Kölcsei, megírta az Erkel, megszerezte a zenéjét, levezényelte szépen, kitalálta, ez a himnusz. De nincs ebben semmi. Érted? Tehát, hogy ez... Igazából az van, hogy gyakorlatilag ez az eredeti verzióhoz jobban passzol, mint ahhoz, amit mi ismertünk, mert ez az 1844-eshez, ez az Erkel féléhez passzol. Eredetileg ilyennek álmodta meg. És hát ugye az Erkel Ferenc Társaságot kérték fel, hogy változtassanak ezen, és ők gyakorlatilag egy nagyon hagyománytisztelő, nagyon tradicionális változatot hoztak létre ebben a 90 másodperces verzióban, mert hogy az, amit mi ismerünk, már gyerekkorunk óta is betéve tudunk, és nagyon sokszor hallottuk már, az már a Trianon utáni himnusz. Tehát, hogy ott egy picit szomorkásabbra, így van, és ezért szomorkásabbra is vették az egésznek a hangulatát. Meg ugye egy olimpián, amikor eredményhirdetés van, akkor egy picit mindig fura volt, hogy mi még mindig ott állunk, mert hogy egyébként olyan általában 2-2,5 perces a mi himnuszunk, miközben mindenki másé meg 90 másodperces. És mindenki másé tempós, tehát nagyon kevés olyan himnusz van, ez egy magyar sajátosság, ami ilyen nagyon lassú. Nem tettek bele elektromos gitárt, nincs jó, be. Jó, persze, nincs benne, nem tudom, DJ Spiggy Boy, tehát én nem ezért bánom, meg nem tudom, DJ, nem tudom, Dominik, tehát nem így csinálta. Lassabb a kezeket. Igen, még több füstölt. Nem így, csak valami, amit megszoktunk, amit így szerettünk, ami most már azért évtizedek óta ilyen, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ez nem tetszik. És ők hoznak egy olyan döntést, és akkor írassuk át velük. Érted? Nekem inkább ezzel van a bajom, hogy miért kell ezeket itt tényleg uniformizálni. Azt, ennyibe be kell férnie. Ez a himnusz, hát minden országnak kicsit a sajátja, annak van történelme, annak van története, nem? Tehát az van. Azt valahogy van, kitalálták. Hát az... Igen, csak 2013 van, vannak elvárások. Szerintem az a fontos, hogy minél többször halljuk ott, amikor a dobogón állnak az volt, emberek. Persze, tudod, menjen. Mi volt nekik a fontos, hogy rövid legyen. Aha. Mert a tényleg kutyát nem érdekli, elkapcsolnak, profitot akarnak ebből, legyen jó rövid, gyorsan pörögjön le, kit érdekel már ez a himnusz, nem? Hát igen. Mondjuk engem sem érdekel, ha más ország himnusz a szó. Erről van szó. A magyar himnusz kit érdekel? A magyarok. Na de ez mindig neked kedves az a himnusz, ez téged kell, hogy érdekeljen. És akkor épp ezért mondod, hogy ne alakítsák át. Hát mit tudom én, hát hagyják úgy, persze. Na miért, mert belehallgatok, kíváncsiok, hogy milyen lett. Ti meghallgattátok már, vagy hallottátok? Igen. Tetszik, vagy jó? Nekem tetszik, van belé egy kis harangjáték, azzal én nem nagyon tudok mit kezdeni, mert hogy ilyen picit fura. Tehát, hogy az nekem nem annyira, de egyébként egész évben ki vagyok vele békülve. A diadalmas percekre akartak emlékezni, Nándor. Bocsán, állandó, legyetek szívesen. Ja, tényleg. Csapatáj. Azért van tempó. De most se vidámabb. Nem? Hát nem, de nem is az a dolog. Nagyon. Nincs vele baj. Nagyon. Nincs vele baj egyébként. Valaki ide kapcsol, az egy kis átalakult a rádió, nem? Ja, minden órát himnusszal köszöntünk, nem? Remélem mindenki félreállt és fölállhatott az autó mellett. Nem itt volt régen a cikányér, ez az együttés. Itt már nagyon érzem, hogy a nobból integetek. Azért, ha ez nagyon, nem? Szép. Ugye? Hogy igen, azért... Ugyan, nagyon ugyan... szép. Meghagyták ezt a kis leúszós részt is. A hajt a harag. Igen, az elején is, meg a végén is.
Vándor fehér. Jó, na nem rossz ez. Tehát én pillanatra, amikor ezt elolvastam, akkor megijedtem attól, hogy úristen, megint mi történt? Kicsit alá szkrecselték, gyorsították, valaki nagyon integetett, hogy idő, elkapcsolnak. 87, gyerekek, 87. Bele kell férni, de nincs ezzel baj. Nem, meg egyébként az olimpiai játékok és az olimpiai eseményeken fogják ezt a változatot. Így van, a többi sport világversenyre ajánlható. De nem kötelező, tehát ott használhatják a régit is. Egyébként a NOB úgy csinál, mintha valaha bármelyik országban, bármikor is, bármelyik zenekar egyszer, bárhogy is az igazi és az eredetihez minimálisan hasonló módon játszotta volna le. Egyébként igen. De nem? Tényleg. Tehát hányszor volt az, hogy a magyar himnuszt elszúrták? Hányszor történt az, hogy meghallgattad, és sportol, hogy fölnézett, megnézte a melegítőjét, mert azért magyar szívül, ránézett a zenekarra, majd megpróbált becsatlakozni, de nem tudta énekelni, mert olyan értelmezhetetlenül rosszul játszották, hogy mi tartoskodnak itt, hogy megszabják, hogy mennyi. A tobagójak felálltak, mert igen, a sajátjukra ismert. Játsszák itt az agyukat, megszabják, hogy mennyi idő legyen, meg milyen gyors legyen, legyen inkább egy olyan zenekar, aki végig utazik velük, és az megtanulja normálisan lejátszani a himnuszt. Ahelyett, hogy aztán ennek most ennyibe bele kell férni. Nem tudják. Emlékeztek ilyen fontos esemény átadókra, amikor nem tudták lejátszani a himnuszt. És fogalmuk nem volt. Most meg itt arcoskodnak, hogy legyen ennyi, meg legyen annyi, mintha le tudnák játszani. Nem? Hát, menjen minden egyes olyan olimpiára, meg világversenyre velük a MÁV szimfonikus. Hát de tényleg, mert ők legalább szépen tudják lejátszani. Igen, ők szépen tudják lejátszani. Jó van, nem, nincs ezzel baj. Nekem hiányzik belőle az egy szintányér ütés. Hát meg az üsdob a közepéről. Tudod, fölvezeti az üsdob, és azt nem tudom, hogy láttatok-e már rendezett, tehát, hogy nagy zenekart játszani a himnuszt, áll hátul a szintányér, és illetve ül. Elkezdik az üsdobon, vagy hogyha nem olyan nagy a zenekar, akkor csak kis pergőn, és látod, hogy emelkedik a csávó, és élete pillanata. Nem, könnyökkel megbőkik. Megbőkik fölé, élete pillanata. És ennyi az egész szerepe végig. És aztán az órájára néz, és megy a következő fellépés. Balázs, mindenki csodálkozva néz, kiszálltam a kocsiból Hungárián, és vigyázba álltam. Sanyi. Ez Király Lindának még mindig erős lesz. Jaj, de szemetek vagytok, hogy ebben az országban tényleg senki nem hibázhat, mert egész életében azt kell hallani, vagy hallgatni. Egy kis beatbox az jó lett volna vele. Írja valaki. Hát Emiliónak a szólunk, ő beleteszi, nem? Bizony, jó. Bármikor belerakja. Az meg vagy melyik. Csak aztán el kell költöznie majd az országban. Kedvenc viccem, hogy ki az a zenész, akinek a nevében a Gázsia is benne van. Emilio. Emilio. Imádom. Emilio. A világon ez a legszebb, ez a lényeg egyébként, így van, írja nekünk egy hallgató. Oké, drága Morning Show hallgatók, nem elfelejteni, hogy tessék megrómozni a Chevy kereskedéseket, egy 5 millió forintos autót adnánk oda valakinek pénteken. A mai világban nem dobnak az ember után autót, nem vágják csak úgy oda, nagyon kevés helyen, sőt, szinte sehol nem lehet mostanság autót nyerni, itt a Morning Show-ban, itt a Klassz FM-en, igen. Chevy kereskedés, pénteken szugerálni, rágondolni, meg lesz az autó. Van egy kérdésem még. 7 szolos fej. 17 szolos. Plazma TV-vel az anyósülése. Tényleg tök fontos, most elviccelhetitek. Igen? Hogy ezt még föl, tehát, hogy tényleg ezt föl kéne tenni az autóval kapcsolatosan, hogy amikor valaki... Próbálok, hogy nagyon dolgozik az agytekervényem, hogy valaki megnyeri. Igen? Akkor neki kell lecsengetni még. Csengetni? Fizetni? Aha. Gempázni? Hogy valami, érted? Hogy még akkor, dellázni? Mert egy csomó rádiócsel megnyered, és akkor még érted? Oda kell pedig pörkölni. Egy büdös forint. Na ez az! Egy büdös forintot, senkinek semmit nem kell egy fizetni. Egy fél fabatkát se feri. Nincs nyereményadó, megfizetjük, megfizeti a Chevy, senkinek semmilyen. Te bemész, átveszed az autót, belepukizol és kihajtasz. És a tiéd. Vagy elköveted azt a szertartást, amit régóta el akartál már egy új autónál, amivel birtokba veszed az autót. Senkinek nem kell fizetni. Semmit. Sőt, ha akarja, akkor még egy teli tankot is kap hozzá. Ez nincs benne, de ezt elintézem a Chevy-vel. De más nem megtankolom én. Mindig úgy adnak új autót, igen, ugye? Egy liter. Hogy egy liter, és a kút előtte már tolod.
nem? És izgulsz, hogy oda jössz egy benzinkúthoz. Teletesszük neki, jó? Ezt is megígérem, hogy teletankoljuk. Jó, te teleteszed a tankot, én lemosom a szélvédőket. Feri? Jó, én meg kifizetlek. Most odaadom. Most az 300-at. Most odaadom. Én meg megkérdezem, hogy kell-e hozzá még pénz, látod? Igen. De nem. Nem, te veszel egy nagy levegőt, és elfújod abba a városba az autót, ahol a nyertes van. Vagy magadhoz szívod a nyertest a városba. Jó, de nyertes nélkül fújjam el, és akkor ő mehet BKV, vagy itt én, mehet bávval. Az is jó. Vagy dugjál el a kárpit mögé abból a kiváló pápusztaiból, amit nekem hoztál pár darab. Az jó. 7:30 pontosan 2 perccel Óven bácsival és Beru nénével jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Minden kedden a Hungária és az Ünnei Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! Tibi! Balázs, nem tudom, mennyire értesültél róla, hogy amíg oda voltál, azért gyökeresen megváltoztattam a magyar futballt. Hallottál róla? Lemaradtál róla. Nő vagy férfi? Egyet. Hát a férfi jött, de valószínűleg anyát csinálta meg nagyon. Tehát, hogy akkor nő hívott férfit? Így van, tehát hogy azt mondták, hogy jó, legyen akkor, mi legyen még egy pali. És anya... Szerintem pali hívott. Nem, hogy pasi mondta, hogy legyen egy másik pasi. Anya kapott egy kis izét, egy kis nyoválást, és ott egy kicsikét ott megzakadt. Igen, egy picit megindították a atommeghajtású metélőmalmot, és kicsikét lelkibeteg lett a másik oldal, ennyi történt. Na jó van. Na, mi van a focival? Hogy a megye 3 futballbajnokságot megváltoztattam gyökeresen, nem hallottál róla? Igazolni készül engem ugyanis a Nagymaros 2. Na, hát az a bor. Az. Azért jött a bor? Jött már. Kaptunk ma kaptunk. Na az az. Az már a welcome drink. Oh. Az már a welcome drink. Ugyanis történt az, hogy a Nagymaros 2 megnyert egy megye 3-as futballmérkőzést, mert én éppen ott koncerteztem, és ettől annyira tűzbe jöttek a futballisták, hogy behúzták a mérkőzést, és arra gondoltak, hogy akkor engem igazolnak ebbe a csapatba, és én konkrétan velük mostantól pályára lépek. És föltettem a kérdést a vezetőedzőnek, hogy milyen posztokon gondolnak rám egyébként, és meg is kaptam a teljes értékelésemet. Azt írta, hogy például kiemelkedő kommunikációs képességem miatt én tarthatnám folyamatosan a kapcsolatot a játékvezetőkkel a pályán. Védőnként is tudna alkalmazni, mert olyan jó az ütemérzékem, hogy azért egy valakit időnként csak fölrúgnék. Illetve, hogy a kevésbé aktív munkára vágyok, tökéletes lennék időhúzó cserének, illetve még nincsen kabalállatuk se, ezt a pozíciót is betölthetném. Egyébként az utolsó a szimpatikus. Kabalállat. Oda mész, lehet fotózkodni. Igen. Azt hallották, hogy van egy fényképezőgép, amit néha használ, és ezért minden meccsen csinálhatnék egy csapatképet. Az is a főnyeremény van. Jó irányba gondolkodnak. Megmondom őszintén, hogy egy picikét tartok ettől az egésztől, és nem is merek eddig erre igent vagy nemet mondani, még nem tudom, hogy mi a szurkolók hozzáállás, ezért kimentem egy meccsre, és persze áruhában megnéztem, hogy jelen pillanatban mi a közhangulat a futballmeccsen. Ez alapján ott helyed Nagymaroson. Ez alapján lehetne vállalni a szereplést, nem? Tehát, hogy van támogatottságom a szurkolók körében. Abszolút, igen. Úgyhogy a dolgon töröm a fejemet, a meghívás szép, nyilvánvalóan a saját képességeimmel vannak azért kérdésem és a saját labdaérzékemmel kapcsolatban, de nem a saját labdaérzékem az, ami ma böki a csőről.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mi idegesít? Figyeljetek, ez az elmúlt hetemre vonatkozik, és most félve mondom el nektek, mert lehet, hogy ez direkt nekem szól. Az elmúlt egy hétben bármikor, amikor igazán éhes voltam, bármikor, amikor könyörögtem, reszkedtem egy tál jó ételért, abba valamilyen szőr, haj, fanszőr, melszőr, valami folyamatosan benne van. Tehát, hogy... Hát jelen pillanatban ez a közhangulat vele. Te rohadt szemét. Üzenni akart neked valaki a konyhából. Jó, nálatok mi van egyébként, hogy meglátsz benne egy ilyen öles hajszálatok? Automatikusan vége van a kajálásnak, vagy még azért kihúzod belőle, arrébb dobod és eszel tovább? Még egy hajszállal kapcsolatban. Hát, attól függ. Éhes vagy nem éhes? Ha rendelt kaja, akkor vége a kajálásnak. Ha étterem, és látom az éttermet, és látom hogy a pincet, kinek a hajszála. És tudom, hogy azért ez megtörténhet, de egy jó helyen ülök, akkor nincs. Jó helyen ülök, akkor mi, akkor gusztusosabb a hajszál? Tudom, benézhetek a konyhába, látom az éttermet, látom, hogy koszos-e, látom a pincér kezét, látom a ruháját. De honnan tudod, hogy kinek a hajszála? Ugye ez a kulcskérdés. Tehát, hogy biztos, hogy mindig a szakács hullatja bele a szőreit a kajába? Vagy? Olyan nagyon-nagyon sok mindenki egyébként nem lehet a rendelt kajánál meredekebb, amikor ugye nem látod az egészet, csak jön egy doboz, és abban találsz valamit, és abban a hajszál van. Ha futár főlégú volt egy. Igen. Szóval akkor vége. És ha otthoni? Anyuka. Semmi. Otthon lehet, sőn bőven belefér. Nálunk hát nem olyan színű, ami otthon van, ott az a meleg. Igen. Ott az a kiviszed, és akkor UV fény, ott nézik ezt. Hát nem, mint hogy hosszú szőkehajú a csaj, és találsz egy fekete rövidet. Nem? Aha. Hiász még arra. Akkor már újra, ugye a hármas kérdés. Újra a hármas kérdés felvetődik. Jani, te mennyire vagy ebbe finnyás? Hát otthon egyáltalán nem. Otthon egyáltalán nem érdekel. Minden hajszál jöhet. Sötét vöröset, szőkét, vagy világos vöröset, az csak annyit jelentett, hogy vagy Móni, vagy a lányom, vagy a kutyánk. És hát, azzal, mind mondtad, hogy mind igazából mind áron belefér. Illetve mondtad, hogy mostában előszeretett egy csinált hosszú parókába. Úgyhogy akkor is beesett. Ha a konyhába csináltátok, egy brokkoli főzelék fölött a kedvenc vörös parókádban. Egy rokkocsmába viszont már nyilván. Hát azot azért érted. Étterem... Meg is jött a hamis gulyás! Az meleg. Egyébként étteremben ezt simán visszaküldhetem, tehát vissza. Kihúzom a hajszát, és automatikusan mehet vissza. Az igen, ez jogalap arra, hogy vissza. Kivéve, ha előtte látták, hogy a kedveset haját tépdes, de nem akarsz fizetni. Drágám, nem ízlik, gyere hajolj ide! Vissza, persze. De visszaküldheted. Én félve kérdezem, mert úgy látom, hogy ebben azért van egy kis megosztottság, hogy ez milyen szintű csörbökésnek felel meg... Régen voltál-e nyaralni, vagy de tudod, hogy van ennek egy ilyen lezáró szignálja? Ja, igen. Hármas szintű. Indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Ezt el is felejtettem. Tehát, hogy a futballisták között itt is, tehát gyakorlatilag... De véletlennek tudtad be, vagy végeztél egyfajta önvizsgálatot? Vagy átgondoltad, hogy mi lehet? Vagy... Ne, alapvetően a véletlennek tudta, meg akkor kezdte picit gyanakodni, amikor a konyháról láttam kibújni három arcot, és nagyon röhögtek, és mutogattak. Így van. De nem azért húztam az időt, ez a rengeteg alapigazsággal, mert nincsen most valami igazán aktuális a tarsajomban. Nem sokára 9:30 van. Mert lassan zárnám, hát kicsit megértem, hogy nincs témád. De van! De kis oktondi. Megszületett egy új játék, ami most minden rekordot megdönt, ez a GTA 5. Nem tudom, ismeritek ezeket? Mozogtok-e még ilyen számítógépes játékok világában? Most már kevesebbet, én utoljára diablóztam, ott hagytam abba, PC-n. Tehát mostanyokat annyira nem ismerem, de régen sokat. Hát egy szimbolikus 800 millió dolláros bevételt produkált az első napon, tehát hogy nem sokat, csak egy lassan közelít az 1 milliárd dolláros bevétel az első napon, és valami 14 millió ember vette meg az első napon, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az egész világ automatikusan elkezdett vele játszani. Kalandjáték vagy? Nem, Gran Turismoval. Ja, hát a Gran Turismot ismerem. Ez annak az ötödik része. Egy legendás játék. Picikét letérdelt. Gran Turismoztam sokat. Választhatsz autót, versenyt, képzeld magad,
vásárolsz dolgokat. Hát, az nagyon jó. Legegyszerűbb autós játék. Választhatsz is autót, meg egyébként bónuszpont jár, ugye azért, hogyha mondjuk nem tudom, baseball ütő vagy agyonversz valakit. Igen. Ha az idős nénit úgy ütöd el, hogy nem tudod nagyon messzire futni, hát, azért is bónuszpont. Az a Carmageddon. Igen. A Gran Turismo az klasszik autóverseny. Persze. Különböző pályákat választasz, csinálod az autót. Itt nem kell senkit elütni. A Gran Turismo az egy nagyon-nagyon-nagyon híres autóverseny. Így van. Klasszik autóverseny. Ja, nem a Gran Turismo, jó, már meg is álltam. Azért. Nem, ez a Grand Theft Auto. Na azért mondom, a Gran Turismo-ban nem kell elütni senkit. Nem, de ebbe viszont el kell. Tehát azért mondom csak, hogy mielőtt nagyon megszeredítjük, ez egy olyan játék, ahol menni kell ellopni a másik autóját, agyonverni baseball ütővel vagy vascsővel, lelőni a rendőrt, akkor elviheted a rendőrautót, és közben üldöznek. Ezt is ismerem. Egy ilyen finoman antiszociális játék. És pontot kapsz mindenért. És mondom, hogy az idős néni még nem tudott felsikoltani, miközben elütötted, akkor plusz pont. Tehát azért van a dolognak egy ilyen hangulata. Csak egy picit ez alapján próbáltam egy picit visszagondolni arra, hogy mikkel mulattuk az időt, mert mi is számítógépeztünk meg minden, de nyilván mindenkinek voltak korszakai. Egy picit ezen így átszaladtam. Ti mikkel nyomattátok nagyon így gyerekként? Én amigáztam nagyon sokat, és hát utána sokszor emlegetett nagy klasszikus a Commodore 64, na most azt én neked 10 óráig tudnám mondani, hogy milyen játékok voltak, az Ősember olimpiától kezdve a Wizard of War-on keresztül, a Summer Game és a Winter Game szeken keresztül, hát ezek a Commodore. Ugye, bombázzuk le Moszkvát, rézzük le Moszkvát. De ugye egy nagy különbség volt, hogy ugye annak idején, amikor mi játszottunk, akkor 3 darab párcikából állt minden, és mindent a te képzelőerődre bíztak. Tehát a játéknak volt egy jó neve, és minden 3 párcikából állt. A Commodore-ban azok még a videójátékok voltak, a Commodore-ban már voltak egészen akkor jó grafikák. Hát kicsit nem szögletes grafika volt. Igen, egy aszték, amikor futottál a piramis felé, és láncsák jöttek jobbról, balról, felháztál a piramison. Hát azért azok jó játékok voltak. Az Amiga meg aztán ehhez képest az meg már fényévekre volt, mert az Amiga mindig híres volt a grafikájáról, sokkal jobb volt, mint a Commodore. Nekem egy 2000-esem volt, Amiga 2000-esem. Akkor te menő voltál, nekünk egy Commodore 64, az Amigások sokkal menősebbek. Hát persze, akkor egy kölcsön kértem, és nem adtam vissza, és volt egy költözésünk is közben, csak az én maradtál. Jó, de amikor még nem volt meg a számítógépes korszak, milyen nyomorúságos játékokkal mulattuk az időt azért. Hát az első volt a videójáték, amikor 2 pálcika labda és teniszeztél, és akkor ment a labda, és megpróbáltad elkapni. Az még mindig jó egyébként, még mindig szórakoztató. De rendes játékotok nektek nem is volt, csak amihez kellett egy tévé. Már hogy érted? Tehát nem volt játék. Most az a téma, hogy játszottunk a Abakusszal? Tehát ez a téma? Dobáltál le fakockát? Nem, arra gondol Feri, amivel ő játszott, hogy leszúrtak egy bocsánat, egy átszúrt, vagy egy átfúrt marhalábszárcsont volt, az is a nyakamba kötve, hogy el ne veszítsem. A kedvenc játékod a kapd el a libát. Hát persze, és az volt. Kimentettek a mezőre, és csak ő Feri, fuss be, aki elkapta, kapott egy pontot. Nem, aki elkapta, annak volt ebéd. Ja igen, az kapott ebédet. Üld meg a malacot. És most rúg meg a libát. Azt ne hagytuk nektek. Rúgass meg magad a csacsival. Jó, én azt hittem, most Commodore játékoknál vagyunk. Nem, egy picit a Feri irányába szeretném elterelni a dolgot. A Abakusszal, fajátékokkal. Az Abakusz, hát az a számológép, mindegy. Nem, egy régi száj, régi szugolyó számológép, nem kell tudnod. Egy szíriai barátja volt, így jöttek Magyarországon, már visszaköltöztek. Figyeljetek, ami már gyerekként is értetetlen volt nekem, hogy kit tudod bűvöletbe kelgetni. Tehát a búgócs... 4 ütemű fejk után? Az is, meg ilyen, mint a búgócsiga. Ben imádja. Búgócsiga, fölpörgetem. Nekem a mai napig megvan az eredeti búgócsigám, az most már 40 éves, otthon van anyámnál a padláson, piros alja van, és felül. És még mindig forog. És még mindig egyszer megforog. Úgy fölpörgett egy 30 évvel. Igen, tudom, és disznóbőrből van. Persze. Tényleg megvan, hát most nem, de most nem disznóbőrből, fémből tudom. Van, és festett a mi tetején. Vettünk, és egy mai gyerek a búgócsigával jó el van. Ez a baj, hogy ugye modern játékokat adsz a kezébe, már laptopozik, hogy adsz neki egy régi játékot, nem egy faját, és besír a búgócsigát. Komolyan? Megőrül, ebben imádja. Azért ennél már kicsit nagyobb az inger küszöbe, de hogy régen, az első 2-3 éven imádta, nyomta, húzta, nézte, hogy pörög, persze. Mi is igen, így vagyok vele, csak most már a 10. karácsonykor a világ nem örül annyira, hogy 2 parkett a darabból összeszögeletnek egy fakardot. Fakard a világnak. Te kerős rajztábla? Hát szerintem az ultra menő. Legnagyobb. Azok menő. Tehát még mindig az. Az még és lehet is kapni. Ne szórakoztok el, ami mi mindig játszol a tekerős rajztán. Igen, van is, lehet is kapni. Van, és olyan is van, hogy ugye ebben megrajzolod, amit alul áthúzod a mágnesikot, az letörli a rajztáblát, és akkor újra tudsz valamit rajzolni. Mert a régi olyan volt, hogy megfordítottad, és rád vissza az aranypont. Igen, ezek nagy játékok voltak. Rugós foci, kinek volt rugós focia? Hát az nagyon nagy kis asztalon. Ó, rugós foci. Rendesen lehetett, hogy meccset lehetett, az a baromság. A rendes úgy volt megcsinálva, hogy a játékosok lábára
lábánál volt egy kis bemélyedés, és megtalálta a golyó. Az igazán ügyesek szembe álltak a másikkal, és homlokon tudták lőni. De már simán. Mi olyanok a csináltunk, hogy már csak azt játszottuk, hogy a kapus és a kapusnak lőtt, és így már be tudtuk pattintani, hogy a kapus lőtte gól, 1-0, kapus lőtte gól, 1-1. Így mentünk hatig. Én mindig ilyesetlenül álltam fölötte. Álltatok egymással szembe a kis asztalnál, a másik iszonyatosan koncentrál, hogy hol fogod lőni, és homlokon lőtted a vasgolyóval. Ez volt a legnagyobb. Gompoci. Gompoci is. Kinek volt gompocia? Nekem is jó volt. Gompoci pálya, kis kapukkal, kis koronggal, megőrültél, annyira szerettem. De aznak a játékosok. Ez nem ilyen nagyon nyomorús. Mit bánszki, persze. Tök király. Asztali labdarúgás, mert hogy az nem gompoci. Asztali labdarúgás nekem Ute volt, illetve hát Újpeste FC, Tóth Jóska, Törölcsi, Kardos, Kisznyér. És ott pöckölésztétek ott ilyen 2-45 percben. Béka, megfogod a békát, lenyomod. Nagyon is rúgós béka. Fölugrik a rúgós béka. És minden alkalommal örülsz. Megnyomom és mindig felugrik. Bábel torony, rakja Bábel tornyot. Ezek nagy dolgok voltak. Egy látványos csintevés. Tehát mi például a bátyámmal kint voltunk, csak ez nem játék, inkább csintevés. Kimentünk a vasúti töltésre, bekentünk, anyámtól loptunk egy doboz margarint, bekentünk margarinnal a síneket, és rettentően szurkoltunk, hogy, a kisiklik a vonatot. De nem mi? A rohadt vonat rá se hederített. Nálatok egy ilyen valami kis, ami már a játékon picit túlmutat, de gyerekként meg kellett kicsit emelni az adrenalint, volt? Hát a lovaskocsit nálunk nem lehetett kisiklatni, úgyhogy... Mi békát cigiztettünk. Igen, az elég humáros. Szétdurranásig. Hát... Minden gyerek kínozállatot. Mi a bátyámmal egyébként... Csináltunk olyat, hogy kivezettük a házból a 220-at, beraktuk Pecabotra. Csapattatok már meg békát 220-at? Nem. 10 évesek voltunk, hát most ne legyünk álszentek. Ja, persze, fogod a Pecabotot, bevezeted a 220-at, berakod a gyűrűkbe végig, hogy Pecabottal a nádas beléd a békát. Tudod, mit csinál a béka megcsapott 220-szal? Előre dobja a kis prasztit, és hátra dobja, és picit megmerevedik. Superman. És ha mázlé van túlélve, nem is az volt, hogy mentünk a Pecabottal, a végén ott volt a 220, és tak-tak-tak csapattuk a békákat. De minden gyerek csinálja. De ha vízbe ér, akkor nem csak a béka, hanem az összes keszek, a ponty. És a fürdőzők is. Vízisikló, hogy ilyen könnyű buvárok. Amíg én békákat csapattam, 220-at, ti ott ültek a stégen, csak Szolohov csendes donnyát olvasgattátok, és felmondtátok egymásnak. A háborús békét, a csendes dont, azt már végül kivégeztük. Én a tónak a partján a te általad a halálba küldött békákat mesterséges lélegeztettem. A bátyámmal még volt egy-két nagy játékunk, az akkor még nem tudom, egy-két hónapos unokaöcsémet dobáltuk a pelenkázó és a kiságy között, és így passzolgattunk vele egészen addig, amíg a koncentrációi pillanatra ki nem hagyott, és a gyerek ugye borzasztóan bömbölt, de ugye akkor még ki tudtuk játszani azt, ő még nem tudta elmondani, mi történt, ezért a mai napig a mi fedősztorink érvényes ezzel a balesetnek kapcsolatban. Hát ezek nagy dolgok voltak. Igen, aztán jött a Nintendo már, ugye, mint a videójátékok kézbe vehető elődje, a PS elődje, a Super Mario. Miért tapadó korongos pisztolyba kicserélni mondjuk egy sima 2B-s valami ceruzára, és azzal lövöldözni a tesódat a szent attól ünnepi esetnincsen. Hegyel elő. Hát ez mégis tegyen a dologra. Rotringnak megcsinálni a belsejét fúvócsőnek, kifliből meggyúrni atomkemény, nagyon durva kiszáradt golyókat, és hátba lőni az osztálytársadat. Hát ezek simán, persze. Szóval azért nem kell 3D-s játék. Tehát ugye? Tehát, hogy nem csak a 3D meg a virtuális valóság. Mi is, de csak fölnőttünk valahogy, nem? Még nem is tudtuk, melyik az a 3G-s, amit mondasz. Grand Turismo, Grand Theft, valami Grand Theft Auto, valami, mindegy. Ne rövidítéseket használj. Igen, én hibáztam. Félve kérdezem, csak mert tudom, hogy tovább kell menjetek a promócióval, hogy a magyar futball megújításáért, a hajszálakért az ételben, és a gyermekkorotok felidézéséért jogos lehet a taps és a sikor? Nem tudjuk kicsi. Nem megadni. Nem tudok hibázni. Nem. Nagyon nagy. Az ilyen kijelentésekkel, Tibi, hogy nem tudok hibázni kicsit finomabban. Így van. Szeventek. Picit finomabban. De a Viaszat köszöni a nézőket. Na. Te dobtad a magas A Viaszat csak megköszönjön semmi. Te dobtad a magas magasnak. Csak megköszönjön semmi. Nem tudok hibázni. Igen, ismerjük már egymást. De tanulok a hibáimból. Akkor legyen így. Nagyon jó. Egymásnak ne hazudjuk. 7 múlt pontosan, 6 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és bemutatjuk az autót. Kimegyünk, és Jani kigurulok, kifutok, kihajózok. 2 métert gurul az új Chevy Trackkel, amit pénteken megnyer valaki, mindjárt jövünk ezekkel a pillanatokkal.
3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye van egy nagyszabású játékunk, itt a Morning Show-ban a Class FM-en pénteken elrejtünk egy vadonatúj Chevrolet Trax-et. Ki kell ásni azon szerencséseknek, akik elmennek regisztrálni, és kiválasztjuk őket a regisztrálás után. Ma is lehet még menni, holnap is lehet menni. Nem győzünk hangsúlyozni, hogy ez a legkevesebb, amit az ember megtehet egy autóért. Elmegy, regisztrál, várja, hogy kiválasszák, eljön, és egy jó hangulatú pénteki vadás keretein belül kiássa az autót, és megnyer egy több mint 5 millió forintos értékű Chevrolet Trax-et. Feriék már kint az autónál, reméljük az autó még egyben. Hello, Feri! Hello! Hát én vagyok az, aki már kipróbálta. Jelezném a Chevrolet felé, hogy térre leteszem a kabriómat, hogy tudom használni ezt az autót tavaszig, ha érdekli őket. Gyerekek, ez nem a szokásos funkcsolás, mert abban nagyon jó vagyok, de hogy ez egy, tehát ámulatosan nagyméretű a gépjármű, a miénk ráadásul, ami most itt van, az egy ilyen kis bőrbe. Hova ül János? Itt a kormány, jöjjön át erre az oldalra, mert ő beült, jó, ugye szokás szerint alapból az autó vagy az anyósülésre ül. Ez ráadásul egy ilyen bőrbelsővel ellátott személygépjármű, rettenetesen magasan ülsz, nagyon jó ki lehet belőle látni, és Jani most ült be az anyósülésre, jön a beszámoló. Jó napot kívánok! Hát figyeljétek, nagyon érdekes érzés egy, ezen az oldalon sülni, egy picit olyan, mint hogyha felértékelődnék, mert most ebben a pillanatban Feri bedugja a stúzkulcsot, és remélem az a funkciója ennek a dolognak, hogy el is indul az autó, bár nem állok jót magamért, ráadásul Balázs kölcsönautója is itt van a közelben, remélem, hogy nem fogjuk megkarcolni. Feri beült mellém az anyósülésre, és itt a MyLink, ha nem is 17-ben 7-os kijelzőkkel. Csodálatos! Te most akkor a vezető oldali ülésen vagy, Ani? Tehát te most elvileg el tudnád indítani az autót? Elvileg, igen, nagyon jó a szó, amit használsz, elvileg el tudnám indítani az autót. Feri, add már oda a Janinak a kulcsot, hogy nézzük már meg, hogy nulla segítséggel úgy el tud-e indulni, hogy mondjuk nem fullad le, mint a alapjáraton jár az autó álló helyzetben. Hm? Aha, na. Balázs azt kéri tőlem, hogy indítsam el az autót. Jó, odaadom Ferinek. Jó. És akkor ő kommentálja az eseményeket, melyik pedálra lépek rá egyébként. Ne segítsen a Feri. Jó, fia, adom. Okay. Akkor az ünnepi pillanat a bal lábboddal azt a legszépen. Ne, pont ezt akarom mondani, ne segíts. Nézzük meg, hogy el tud-e indítani egy autót, úgyhogy nem mondasz semmit. Ugye a férfi beindította az autót, jelezném nektek. Kinyomta a kuplungot? Kinyomta, igen, ugye hivatalos a kinyomást. És nagyon nyomja a féket, és a kuplungot most tette át a lábát, jó? Igen, bűg a motor, mint az áll, a gyerekek, elindultunk, Vadon János vezet, egyesben vagyunk, most elkezdett már az összes olyan visszajelző neki csörömpölni. Mi van, jó vagy? Jó, melyik a fék? A középső. Nem áll! Mert gyorsult, elkezdett gyorsulni az autó, és egy picit megijedtem. Most megint beindítom. Várjál, ne, a kuplungot nyom ki. Az történt ugyanis, hogy a kuplungot elfelejtette kinyomni János, és úgy fékezett be, plusz szembe érkezik egy kolléga, de szerencsére. Tanuló vezető! Megpróbáljuk még, jó Isten. Megpróbáljuk még egyszer, oké, rányomom. Igen, beindít. Figyelj, azt komolyan kérdezte Jani, hogy melyik a fék? Igen, de nem, megcsinálta, csak elfelejtette a kuplungot kinyomni hozzá. Nem tiltott le, csak ilyenkor ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni, nyomd be a kuplungot. Nyom a kuplungot. Na most az a helyzet, gyerekek, hogy úgy állítottuk meg az autót, hogy itt a vége, vagy konkrétan a lepazlózás után nem akar újraindulni. De milyen az autó belül? Szép, tágas? Jó, ettől függetlenül, hogy Jani most egy életre generálózni vitte az autót? Tehát szép, nagy, jó. Én úgy szoktam etalon lenni egy autóban, hogyha beülök előre, akkor mögöttem elfér-e valaki. Nagyon kényelmesen ülök elől, és hátul még egy felnőtt méretű férfi, például a Laci befér mögénk, ő most nincs itt, de szerintem be fogjuk ültetni. Bőr belül körbe az autó, bőr a kormánya is, erről ugye beszéltünk, kézzel varott kormánya van. A nagy középső kijelző, mi a neve? 7-szolos MyLink. Egyesek szerint 17-szolos, igen. Ez egy ilyen nagyon komoly információs bázis volt, és mi minden kézre esik benne nekem így első olvasatra. És amit még én is meg tudok állapítani egyébként, ami a családosoknak nagyon-nagyon jó hír lehet, hogy belül tényleg ilyen kopásálló anyagokból van az egész kialakítva, tehát a műanyag burkolat is, és egyébként a szövet anyagok is olyanok, hogy valószínűleg nem tudja majd őket kétbarmolni. Nem, Jani, az csak egy nylon üléshúzat, ami az új autókkal rajta van, azt le kell venni. Hát az nem kopásálló. Van, pedig használtam. Igen, az a baj, hogy ti nem veszitek le, de 10 éves az autó. Igen. De te éjszakára le is takarod az autódat egy pongával, tehát az nem mindegy. Egy nylonon ülsz, de az nem rendeltetésszerű használat, az csak azért, mert új az autó. Ezt ne hidd el.
úgy szoktuk csinálni egyébként, hogy két naponta forgatom az autót, hogy egyszer az alját verje, egyszer meg a tetejét az eszköz. Atya Isten, na jó, gyertek vissza valahogy, de az se baj, ha a Feri próbálja meg. Na, jó? Szemüvegtok, képzeld el a vezetőülésről. Micsoda, mi van? Szemüvegtok. Ez a kis apróság, ahol a majrévas van, ott a sofőrnél nem szoktak majrévasat tenni, mert ő inkább vezessen, tettek egy szemüvegtokot. Sminktükör, kétoldali, a nőknek mondanám, hogy a vezető ülésnél is van sminktükör, kétoldali megvilágítással, és ugyanez megvan az anyós ülésnél is. Tehát mind a ketten a Janis és én is tudjuk magunkat nézni. Ja, mert kinyitottam, és azt hittem, hogy velem szembe ül valaki, de akkor ez tükör. Óriási vagy, Jani, hatalmas, hatalmas vezető vagy. Na jó, gyertek, gyertek, akkor vissza, vigyázzatok rá, jó? Igyekszünk. Szevasztok, ciao. Hallgass, várj, figyelj. Megkezdtem, kiléptek. Isten, össze fogják törni. Csabikám, te már ilyenkor ám? Jó reggelt, szavaztok. Azért ez egy nagy ötlet, hogy az Janit küldött ki, hogy teszteljen egy autót. Ne, csak gondoltam, hogy beleszagol, megnézi az újításokat. Nem hittem, hogy ilyen bátor, hogy el is indul vele. Nagy kárt egyébként nem tud benne tenni. Láttad az autót? Szép, nem? Nem, de hát azt voltatok volna, én sem. Itt áll. Igen, akkor gyorsan kifutom és megnézem, nézd amíg meg. Itt a bestopot lenyomod, vagy nincs bestop? De van, csak előtte mondom, hogy érdemes elmenni tehát a Chevrolet márka kereskedésekbe, jó, a Chevrolet.hu megnézni, hogy hol vannak. Beregisztrálni, ma is hívunk valakit, aki regisztrált, holnap is hívunk valakit, aki regisztrált. Ez az autó több mint 5 millió forint értékű, ilyet manapság nem nagyon lehet nyerni, beküldeni a családtagokat, menni, próbálkozni. Jó? Na mi van, egyben van az autó? Persze, van benne egy úgynevezett HA hülyeálló rendszer, és azt tiltott le. Óriási volt, mert úgy fékezett be, jöttek szembe, de tudod, két sorompó van. Igen. Tehát egy szolid 100 méterre jött szembe előttünk egy autó, aki megállt a sorompónál, Jani erre befékezett, de úgy, hogy nem nyomta ki a kuplungot, tehát lefulladtunk, mint a franc. Igen. És ezután azt mondja az autó, hogy akkor legyél olyan kedves, rakd üresbe, nyom be, kapcsold be, és újraindul. Na de a sávtartásom az milyen volt? Gyönyörű, azért azt mondtál? A férfi úgy ment az udvaron, ahol körülbelül 40 méter széles hely van, hogy olyan gyönyörű volt. Gyönyörű volt. A biciklizés eltöltött. Megvan a rutin, igen. Fogta 3:49-nél, 10 óra 10-nél, amit akarsz. Sikes indulás, meg van? Sebességirányozó. Az autó belülről. Egyébként tényleg jó. Nagyon patent. Elől-hátul rendben van, és ez nekem úgyis mindig gyengén volt. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Hello mindenkinek, már újra a föld felszínen. Jó kis szabadon a jó kis stúdióban, igen, itt vagyunk újra. Jó volt a konténer. Jó volt. Nagyon jó volt. De egy napig tök jó volt. Hát jó, nem ülnék ott minden nap, nem. Biztos minden reggel, ahhoz kicsit nyomasztó volt, hogy se ablak, ott ültünk egy sorban, mint a vájúnál a balacok, de jó, egyre jó volt, nekem igen, tetszett. Egyre abszolút jó volt. Hát a mi Gyulánknak köszönhetően azért meglehetősen lakályos lett ez a kis konténer stúdió, úgyhogy nem kellett palaszkodnunk, ő mindent megtett azért, hogy jól érezzük magunkat. Kedvemén is berakod egy stroboszkópot, hogy minél előbb migréne megy. Igen, te ezt nem bírod klasszikus. Migrénet végül tényleg? Nem, de nagyon szépen köszönöm utólag is, ott lehet, hogy nem köszönte meg a napszem. Hát basszus, én kikészülök tőle. Egy fél perc és végem van. Szétesik tőle a fejem, hasogat, elmegy a látásom, borzasztó. És amikor ugye nyitott a konténer és elindult kifelé az autó, akkor megküldtük füsttel, fénnyel, hanggal, amit csak el lehet képzelni. És János nagyon aranyos volt a sorban, az utolsóként így tartotta a szemét, hogy jaj, merre kell menni. Kibotorkáltunk ott ilyen. Sokat nem láttunk, akkor a füst volt, amikor kinyitották az ajtót. Jaj, gyerekek, hát nem sokat pihentem a hétvégén. Mi volt? Csak a munka. Csak a melónak élek, most már rájöttem. Helyett, hogy egy kicsit valamit csinálta volna. Szombat ragyogó, jó idő volt, lehettél volna futni. Hát mi pénteken még ugye forgattunk. Egy pénteken is forgattunk tényleg. Nagyon jó, az jó volt egyébként. Jó az egyébként? Na hát jó volt egyébként, kim voltunk, jól éreztük magunkat, jó kis forgatás volt, ugye az új műsorunkhoz készítettünk egy promót, és hát azért is volt érdekes többek közt a forgatási helyszín, legalábbis számomra, mert hogy a Hellboy 2 című filmnek a díszletei között forgathattunk, és rögtön el is kezdtem fényképezni, vagy a gyereknek az egyik kedvence, mondták, hogy a vörös majom. Ez a vörös fejű, ilyen két ilyen pukli van a fejérű. És ezért is jó volt, meg azért is jó volt, mert hát végre köszönthettük a saját testünkön a telet, mert hogy olyan kereszthúzat volt végig, majdnem megpusztott. Nagyon ideg volt. De mesztelen promót forgattatok? Részben igen, a ruha alatt mesztelenek voltunk, de egyébként mélyen, nagyon mélyen mesztelenek voltunk, de
aláöltözetet vittem, Balázs természetesen nem hozott semmit, ő egy ilyen lezser, laza srác, őt igazából nem hagyják meg a hónapok, a mínuszok és izé, és ott álltunk, és rettenetesen hideg volt, de hát nagyon jó volt, vicces nagyon, volt. Nagyon hideg és volt. És ugyanaz lesz, mint az újsághirdetés, hogy Piszoáról előtt álltok le, nem. Más, ez nagyon... Azt hittem, ugyanezt a vonalat folytatjátok. Ez egy ilyen image-es sztori lesz, és hát... Ez az a műsor, amire még mindig nem lehet rákérdeznem, ugye? Múltkor megpróbáltam, azt elhajtottatok a francba. Mit csináltam? Elhajtottam? Igen. Miért? Dehogy is. De adásba kérdeztem, hogy lehet-e valamit tudni, azt mondta, semmi közök hozzá. Akkor még mi se tudtunk semmit. Akkor még mi se tudtunk semmit azért. El tudom képzelni, hogy ti úgy kezdtek el forgatni, hogy nem tudtok róla semmit. Most már többet tudunk. És, na, de Egyekmúdról három mondatot, mert az egy ilyen misztikus dolog az érem oda kikerülni, tehát azt nem lehet csak úgy kimenni, és hogy az a korda, ugye? Az a kordos stúdió. Igen. Az Egyekmúd, és arról mindenki ilyen legendákat mesél, ott nagy produkciók készülnek. Például a Vörösfejűvel találkoztatok? Nem, hát én nem bántam volna, hogy találkozunk, mert az azt jelenti, hogy már forgatják a harmadik részt. Az első kettőt azt nagyon szerettem, de egyelőre nem. Aha. Nagyon misztikus volt tényleg, az egyik kollégánk már az elején megszivatott minket azzal, hogy megállt egy olyan bódinál, amiben nem ül senki, és úgy csinált, mintha éppen ellenőriznék, vagy hogy beszélgetne. Aztán mi is megálltunk a bódinál, benézt, senki nem volt benne. Tök kihalt az egész. Tök kihalt. Senki nincs ott. De tényleg. Hát gondolom, hogy csak dolgoznak. Nem? Ilyen kísértett járáson, ilyen elhagyott régi nagy díszletek, nem? Semmi, senki, meg mi egy utcában. Aha. De teljesen kihalt az egész. Leforgatnak valamit, és ezt így ott hagyják. Persze. Aha. És aztán azt javítgatják, csiszolgatják, átalakítgatják, hát olyanok, hogy ezeket nem érdemes elbontani, mert hatalmasak egyébként. Aha. Fantasztikus nagy díszletek vannak, és ugyanolyan, mint amilyen mondjuk ebből a szempontból mondjuk a Fóti filmgyár, hogy ott is hosszú éveken keresztül állnak a díszletek, és akkor mindig az igényeknek megfelelően alakítgatják őket. Itt is ez van. Igen, és ott hagyják. És akkor tehát van egy utca, egy mozival, meg nem tudom, és az úgy ott tök üresen áll. Teljes berendezett házakkal. Teljesen berendezett házakkal, ablakokkal, mozi, utca, és ez senki nem nyúl hozzá. És ott áll. Menő, de ha majd kell egy utca egy filmbe, akkor az meg ma. Vagy akkor átfestik, vagy azt használják. Aha. Tök jó. Milyen volt a futás? Jó volt? Jaj, nagyon jó volt. Hát mi ugye hétvégén részt vettünk a Class FM színeiben, az első Runway Run-on, amit Magyarországon is végre megrendeztek. Aktív repülőtérén ilyet még a világban nem csináltak, mert ilyen lezárt, meg már nem működő repülőtereken csináltak már ilyet, de hogy az egyes kifutópályán a Liszt Ferenc repülőtéren sikerült teljesítenünk egy 21 kilométeres félmaratoni távot, Kisorsival, Abázi Csabival, meg a Szani Rolival együtt. Azt hiszem, hogy 63-ból a 35-et lett. Nem is volt egyébként rossz az eredmény. Az idő az egyszerűen gyönyörű volt. Az hihetetlen jó volt, és hát egy az egyben olyan volt, mintha mondjuk elutaztunk volna valahova. Tehát bemész, és ugyanazok a szigorú biztonsági ellenőrzések, ugyanúgy késvilla, olló, tubusban krém, folyadék, semmi nem mehet föl, ugyanúgy átmész a kapukon, ugyanúgy csekkolnak, ugyanúgy kivetetnek veled mindent, legyen szíves levenni a cipőjét, van valamilyen csíp vagy elektros, igen, van a cipőben csíp, kérem szépen, tegyek ide az asztalra. Hát minden, iszonyat. De nem repülni a pár felé, egy egyen volt, nem? Hát onnan már nem is indul polgári járat. Ezt mondjuk egyelőre. Hát át ne szaladjál kettőre. Jó, az közel van, azért ott kéne futni egy kicsit. De nagyon szigorú volt, ugyanakkor rengetegen voltak, marha jó hangulatban telt az egész, és hát a többiek is nagyon kitettek maguk ellen, mindenki full profi volt. Először Roli indult neki a távnak, a 6 kilométert azt lefutotta, azt mondja, hogy olyan 32 perc körül eredménye alatt, és... Meg kellett állapítanom ott, és a többiek is ugye picit így ugyanezen a véleményen voltak, hogy a Rolinak iszonyatosan komoly tehetsége van a futáshoz. Tehát, hogy ő, hogyha ledobna magáról egy tízest, akkor marha gyorsan szeretne. Figyelj, rommá verne, igen. Igen, picit változtatna az életmódján, mert olyan szép eredmény volt, olyan temposan futotta végig az egészet, le a kalap előtte. Nagyon jó volt, Csabi is nagyon jó volt, hát rajta látszik. Mennyi idő alatt futott le? Csabi azt mondja, hogy várjál, nem, a Csabi volt a 32 perces, a Roli volt 29 perces, én 27, az Orsi meg volt a befutó, 3 kilométert, azt hiszem, olyan 12 perc alatt talán, de ő is nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy sokan is voltak, jó volt nagyon a hangulat, tehát ezeknek a váltófutásoknak mindig egy ilyen speciális hangulata van, akkor lepacsizunk mindig, amikor a másik beér a csillába, és akkor elkezd inalni, nem volt, csípes mérés volt, úgyhogy így oldottuk meg a dolgot.
fotó lesz természetesen fent a Facebookon, meg a klasszfm.hu-n is, meg a klasszfm-nek a Facebook oldalán is. Úgyhogy fú, nagyon jól éreztük magunkat, tényleg jó volt. Le a kalappal a szervezők előtt. Büszkék vagyunk rátok. Az egyik repülőtársaság, a világ legnagyobb sportszergyártó cége, meg hát ugye Hardi Mihályék szervezték, álmodták ezt a dolgot. Nem, ő támogatott. Támogatott? Persze. Automatis csapkodta az emberek hátát. És ha már támogatás, egyébként ez egy jótékonysági futóverseny volt, és a nevezési díjakból olyan fiatalokat fognak támogatni. A Margit Szigeti Atlétikai Centrumban adnak nekik lehetőséget arra, hogy sportoljanak, akiknek egyébként nincsen lehetőségük, mert nincsen hozzá, nincs hozzá pénzük, ennyi. És tényleg a sólyom Airways beszállt támogató van. Nem ő. Ja, ne azt hittem. Ja, nem azt mondtad, hogy magyar légitársaság. Azok mindenhol beszállnak, de... Vázi magyar. De még sincsenek sehol. Jó, van, rendese. Kis hibát követtem el a pénteki kitelepülésünk egyik támogatójával, miután ti elhaladtatok a Chevrolet-val, ugyanis volt a helyszínen egy Camaro, egy Chevrolet Camaro, illetve azt hiszem az Chevrolet, nem tudom, ez a sportautó, tudod, igen, beismered, a hátsó kerekes, és azt megkérdeztem a kedves barátaikat a Chevrolet-nál, hogy nem-e lehetne, hogy én itt egy kört megyek, mert az hátsó kerekes, és ki lehet kapcsolni az összes elektronikát benne, ami így szabályoz. És mondták, hogy persze, hát nyugodt. Akkor még nem tudták, hogy mire készülök. Becker kollégával bepattantunk a lenyitott, mert ráadásul kabrió volt, a lenyitott gépjárműbe, és ott az építkezési területen olyat csapattam, tudod, ki kilincsel előre, csak úgy megyünk végig, nagy gázon, oda teszed, megfordul, áltapor, és utána már láttam, hogy egy kicsit úgy toporognak a támogatóink a sarokban, mondom, Ferikén most már visszaviszük, de azért még megyünk egy nagyot, és ott még tettük-vettük a figurát a gépjárművel, majd miután befékeztem, és a teljes vezérkart sikerült porral elborítani, így elegánsan visszaadtam a kulcsot, hogy köszönöm szépen, nagyszerű volt, mikor számíthatunk az újabb támogatásokra. Nem voltak teljesen boldogak, úgyhogy így ezért utólag elnézést. De jól ment a gép? Én szeretem az ilyen. Ezt megtéptem volna én is. Az ilyen 6000 köbcenti és V8-as motor hátsó kerékkel, és kikapcsoltattam az elektronikát benne, tehát ott akkor aztán megbolondulsz. Az elég jó. Kicsit le tudsz húrni az elejét, és megy körbe a feneke, körbe-körbe. Becker is ment? Nagyon jó, ne, hát ő csak ült. Nem mert, ő mondta, hogy ő nem törné össze, mondom, én se, de azért amit tud az autó, azt kipróbáljuk. Az jól tud menni azért. Nagyon jó volt. Főleg, hogy hátsó kerekes, igen. Plusz kipróbáltam az egyik általunk csak homok rakodónak, de mielőtt bárki megírja, ezt már múlt héten is tudtuk, hogy homlok rakodónak hívják, de mi homokot pakoltunk vele, tehát ezért hívtuk így. Azt meg lehet vele csinálni, hogy ülsz benne, letámasztod a kanalat, amivel ő meri ki a földet, és azzal fölemeled az egész gépet, és így dől hátra. Óriási volt, ott ülsz, egy olyan pilóta fülkéje van, hogy két karos, két kezes, tehát minden tud egyszerre, mint egy helikopter, és ahogy emelet közben tudod elforgatni az oldalát, úgyhogy ilyen nagy technikai bulit tartottam pénteken, jó volt, köszi mindenkinek, bocsakárokért. És ott lapátoltál? Azt is kipróbáltam, igen, de az annyira engem nem vonzott, hogy ott arrébb rakjak valamit, és arra volt szakember, meg mondták, hogy azt nem kéne, mert ott lehet, hogyha valamit kicsit arrébb mész, akkor kábelt épsz meg mindent. Igen, azt nem biztos, hogy jó. Kimentem egy jó zöld területre, lehet olyat csinálni, hogy helybe fordul, egyik lánctalp hátra, másik előre megy, nagyon jó volt. Hát ezek menő. Nagyon profi kis gépek, ezek már nagyon meg vannak építve. Igen. És most be is temették a lyukat, vége, kész? Kész, ennyi. Elföldelték is? A konténert kivették, földet visszadurták. Mintha mi sem történt volna. Nyoma sincs a bulinak. De hogy ástak, nem? Ennyire gyorsan kiástak. Nagyon ügyesek voltak. Mindenki nagyon oda tette magát. Szerintem lepihentek délután egy picit az 50 méter föld után. Biztos. Ott ugye 10 ástak, ebből 4 hölgy volt. A 10-ből, ha jól emlékszem, 4 vagy 5, de 4 biztos, hogy hölgy volt, és 50 köbméter földet megmozgatni, az hú, nagyon kemény. Tehát valószínűleg a nyertesünknek nem okozott problémát, vagy a legkevesebbet ez a kis földmunka, mert az őrök elég jó fizikai állapotban vannak, ugye tűzoltóról van szó, úgyhogy neki nem, de az összes többi versenyzőnek biztos, hogy volt másnap. Igen, de jó helyre ment a nyeremény egyébként. Nagyon. Ott már mind a 10 jó helyen ment volna, tehát ott mindenki megérdemelte volna, de mégis azért ez így egészen jól sikerült, hogy ő nyerte. Vidámparkban nem volt senki búcsúzni? Két héttel ezelőtt. Két héttel? Ma még ki lehet menni, nem? Vagy már vége? Szerintem nem, ma még ki lehet menni, ma van az utolsó. Én 2 vagy 3 évvel ezelőtt búcsúztam. Akkor nagyon elbúcsúztál? Akkor nagyon elbúcsúztam. Figyelj, tömegek vannak, állítólag megdőlt mindenféle rekord, meg mindenki. Mindenki rájött, hogy azért mégiscsak jó ez a Vidámpark. Ha egyébként ennyien mentek volna, akkor nem is zár be.
Jó, hát, ezt úgy kell tartani, Egyiptomban marha nagy divat, hogy mész ki, és már a repülőn suttogják, hogy ez az utolsó év, hogy oda lehet menni a piramisokhoz. Igen, lezárják. És mindenki megy, mint a barom. Jövőre ugyanúgy megvan természetesen a dolog, hogy ezt kellett volna csinálni a vidámparknak, gerilla marketingben. Minden évben elhíreszteni, gyerekek, ez az utolsó év. Aki meg akarja még nézni, jöjjön. És akkor ugyanez lett volna. Igen, igen. Hát vannak zenekarok, akik ezt csinálták előszeretettel. Utolsó koncert, búcsú koncert, több már nem lesz belőle. Csak még egy, meg ha esetleg még érdekel valakit, akkor még kettő. Hát igen, az elgetés ezt csinálja. Ne, ők nem mondják, hogy búcsú koncert. Egyszer mondták a nyugati terreset, abban igazatok van, de utána már csak így zenélgettek, fátylat borítottak rá. De volt nekik is búcsú. Nekik ez a háromnapos, ez nem nagy búcsú? Nem, egyik se. Nem. Nem, ez az, most csak sima elgét. De már igazatok van, benne volt búcsú koncertjük, a nyugati teres például az volt, hogy utoljára és vége, és aztán azóta volt még 15, hála jó Istennek mondjuk mi, akik szeretjük a zenekart. De az is volt, de az se volt búcsú koncert, ott voltam, nagyon jó volt. Mit kérdezte, hogy voltunk? Voltatok kint? Nem, csak olvastam, hogy nagyon nagy fennakadás volt, meg nagyon nagy dugó. Nem, én vasárnap is forgattam, úgyhogy... Nem is nagyon pihentem. Kis forgatás. Egy kis mozi az életem. Nem, mert a péntekit elcsesztem, és akkor visszament kijavítani. Igen. Hát de neked nem szólt. Vasárhattam egy kis letképből, hogy kell. Hát sminkelték a stúdiótechnikának megfelelően egy utómunkával. Levágtak a lábaiból 20-20 centit. Tudod, letolták a haját. Igen, és az én részeimet újra felvették vele. Igen. Ez kell. Ez kellett sem. Mit mondaná ez? Milyen idő lesz? Tényleg jön ez a mínusz 5 fok, vagy mínusz 3, meg 0? Jön. Ez nagyon kemény. Jön, most már hűsek lesznek a reggelek. Megnéztem, hogy a múlt héten, valamelyik kedden vagy szerdán, milyen nap volt az előző évben, és 32 fok. 32 fok volt. Jézus. Van egy olyan, valami ilyen időjárási oldal, ahol meg tudod nézni, hogy előző évben milyen idő volt aznap. És múlt héten kedden vagy szerdán találtam, és megnéztem, szerdán azt hiszem, tudom én, szeptember 24-31 fok. Szép. De most nincs pénzük stúdióra, hogy a rejsz kitették a pusztára? A rejsz önmagát kapcsolja. Ez egy ilyen nagyon nagy cikk. Ja, és akkor nem kell bemenni dolgozni. Nem. De ki kapcsolja saját magát Szombathelyre? Figyelj, kiállsz a teraszra, a Szombathelyen laksz, akkor teraszon, és akkor mondja, hátul Szombathely fényeit, tök jó. Így van. Én simán el tudom képzelni, hogy egyébként pizsama nadrág van rajta, mert csak direktor fölfele mutatják. Ja, és ink sincs rajta, csak egy nyak, egy ilyen nyak. Szépen visszamegy a lakásba, és visszafekszik. Egyébként ez nagyon jó. 11 fok délután, király! Az a 11 fok délután az azt jelenti, hogy ez mínusz este. Hát szakadni fog rólunk a víz, a hideg veríték egészen pontosan. És már vissza se jön ez a jó kis ősz. Jó október közepe. Á, gyerekek. Vége, semmi nem lesz, persze. Semmi nem lesz. De kell mindegy, ja. Viszont még egy sportszenzációra mindenképpen emlékezzünk meg, mert hogy Lubics Szilvia, aki egyébként itt is vendégeskedett a mi stúdiónkban egy korábbi alkalommal, az ország egyik legjobb ultrafutójáról van szó, 2011 után ismét megnyerte az Athén Spárta ultramaratoni futóversenyt, ami egy ilyen kis nevetséges kis 246 kilométeres verseny. Így van. Hát 28 óra lett, letudta. Jézus. Atya Isten. Nem mondta, hogy ez normális. Nem vicces már az a baj. De már semmi vicces nincsen, Szilvia. És alszik, csukott szemmel alszik. Hát próbál meg igen néha pihengetni. Időnként megriad. Megint futottam. Megint futottam 50 kilométert, úgyhogy végig aludtam az egészet. Igen. Hát állítólag ott alszanak futás közben. Nem? Hogy ott simán elalszik. 28 óra. Atya úristen, nagyon durva. Három gyerekes anyukáról van egyébként szó. Aki a hivatása meg a gyerekek mellett készül, amikor tud. Hát éjszaka, nézd, ha ő már tud így aludni a 28 óra alatt, akkor az, hogy ad egy puszit, tehát a gyerekeket lefektette, 10 körül ad egy puszit apának, jó éjszakát, behunja a szemét, és lefut egy százast reggelig. Óriás. Nagyon komoly teljesítmény. Mennyit futnak? Hogy van? Lefut egy 50-et, kicsit pihen, megint 50? Vagy egy belefutja a kétet megállás nélkül? Hát ha tudja, ha úgy meg tudja oldani a dolgot, akkor folyamatosan. Jézus már. Rajtuk áll, vagy múlik az, hogy mennyit pihennek. Atya Isten. Hát pössenteni csak megáll, nem? Vagy? Hát, vannak annyira elszántak, hogy nem. Hogy nem mi? Szerintem. Az legalább melegít egy darabig. Az hogy fölök egy pelenkát. Nem? Oh. Vagy futva pisil.
246 kilométer. Hát gratulálunk, Szilvia. Zseniális teljesítmény. Milyen jó? Tehát ebben mi lehet a jó? Hát, ha megcsinálod, azért az nagy dolog lehet. Mondjuk, igen? A másodjára már nem tudom. Másodjára már magad ellen küzdesz az idő ellen. Én azt gondolom erről, aki nem futottam, nem, hogy 280 kilométert, 2,8-an is bajban lenni, hogy az azért az marha nagy dolog lehet. Biztos. Amikor megcsinálod, és azt mondod, hogy kész. Na jó, de azért igen. Hát, nem te tudom. Vagy a világon a legjobb valamiben. Igen. Tehát, hogy ezt senki nem tudja abban a pillanatban, vagy senki nem tudta abban a pillanatban utána csinálni. Tehát, amikor ott állsz a dobogó legtetején, akkor tudod, hogy ezen a távon, itt és most te voltál a legjobb. Jó, csak amíg idáig eljutsz, érted? Tehát, hogy amikor már ebben, amikor olimpiai bajnok vagy, az gyönyörű. Amikor megcsinálod elsőként, nőként, magyarként a 280 kilométert, az gyönyörű. Csak érted, annak azért vannak fokozatai. Tehát odáig kellett futni, odáig minden egyes reggel vagy este el kellett menned futni 50 kilométert, vagy nem tudom mennyit. Tehát, hogy azt a gyötrelmes utat végigvinni, az marha nehéz lehet. Persze, persze. Ugye, mert az ünnepi pillanat, amikor megcsináltam, fölfutottam a Taigetosra, vagy Olimposra, vagy melyik az, érted? Akkor már nagyon jó. Tehát azt én tud, az biztos egy fantasztikus érzés lehet a legjobbnak lenni a világon valamiben. De az az út, amit odáig megcsinál... Az nagyon meleg. Hú, az... Az nagyon meleg, igen. Az na, mindegy. Az nagyon... Fú. Gratulálunk neki. És futva jön haza ő? Hát nem kereti egy... Nem. Hát most egy 4 nap alatt hazafut. Persze. Hát persze. Levezetés. Fogja a kis csővázas hátizsákját, földobja. Kis ország, ott már lehet alul, megszállhat itt-ott. Persze. Keresztül a Balkánon. Gyakor. Fog egy kicsit a repjegyen, igen. Hogy végeztünk a múlt héten játékkal? Hát ne is kérdezz. 3-2-re? 3-2-re ugyan elbuktuk a hetet. Igen? Aha. De nem 4-ed lett legalább. Buktunk, biztos? Én nekem szent meggyőződésem, hogy 3 hallgató, 2 a miénk. Ez nem hangzik túl jól. Na jó, hát akkor majd most rendet csapunk. Jó? Akkor most mészárolunk ezen a héten. Jó, lehet jelentkezni játékra. Egészen nyugodtan, SMS számunkat mindenki tudja. Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt, pontosan 3 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Veresegyházán 8 fok van, ti jó Isten. De bent. Ah, tessék? De bent a lakásban. Bent a lakásban, kint hidegebb, igen. Kár, hogy elmaradt a naphallgatója, pénteken biztos életem, hogy én ide egy hallgató. Igen, hát ott a nagy sorsolás után közepette annyira sok időt vett el, hogy már nem tudtunk senkit hívni. Ilyen ritkán van, de pénteken valóban nem. De elosztottuk egymás közt, és végül is Feri lett a naphallgatója. Ő vitte az az emlékcsomagot a gyereknek. Igen, megszavaztuk, aztán végül ez lett. Jó reggelt az M7-esen, a Pákozdi pihenőnél mérik a Budapest felé haladókat, ez Tomika küldte nekünk, és van egy koccanás az M3-ason Budapest felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt alakul a dugó. Hát akkor most 2 évig valami feltúrás lesz. 2 éven keresztül a Hungáriát csinálják. Nem már. De. Hát már nem lehet kijönni az utcánkból. 2 év. Jézus, atya úristen. 2 éven most már nem keresztül. Lehet egyesvilizni, csak mondom, hogy buszra kell szállni. Átszállás van, és a Lehel körút kereszteződés, az kész. Na, ezt most 2 évig tart. Tehát 2 évre nincs Hungária körút, vagy hát ha van, akkor is ilyen... Sávelhúzás van, 3-ból 1 vagy 2 működik, 2 sáv. Az egyik buszsáv, ráadásul szélről a jobb oldalról ott föl tudsz szállni a buszra, és azonnal így keresztül vág a 3 sávon a busz, hogy bemenjen a villamos sinekhez, mert ugye ott tudsz átszállni a villamosról. Nem szerencsés vagyok arra menni. 2 év alatt mit lehet csinálni 2 év, illetve tudom, sok mindent lehet csinálni 2 év alatt, de hogy a Hungária mit lehet csinálni 2 év alatt? Hát a villamosokat újítják, a villamospályát, a köveket, a betont, és az egész Hungária. Tehát, hogy egészen lánymányos, sőt, azt hiszem meghosszabbítják az egyes villamos, és átviszik a hídon. Uh-huh. Az mondjuk jó ötlet. Az jó átviszik ötlet. A hídon a másik oldalra. Úgyhogy azzal ott lesz egy kis meló. Egy kis pitypúgy, az a 2 év, hamar elmegy. Na jó, elveszettük a múlt hetet, úgyhogy nagyon lelkesek vagyunk, és mindenféleképpen győzni akarunk. Jó, megnézzük, hogy ki a mai játékos. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok!
Szia Balázs, szia Feli, szia Jani. Hello. Hello Frankie, hello. Sziasztok. Honnan hisz minket Frankie? Jelen pillanatban Dunaújvárosban állok, hogy kicsit alább hagyjon az eső. Na, tényleg esik? Errefele esik. De vidám, de vidám. Akkor szállítványozó gondolom, ugye? Jelen pillanatban kimondhatod még? Állok. De megpróbálok így ráedzeni, mert mindig követni szoktam így a előző párbeszédet, és itt megpróbáltam magamat így ráedzeni erre a műsorba kerülésre. Aha. Jó, edzél, Frenki, mióta készülsz? Elég régóta. Elég régóta hallgatlak titeket. Nagyon szeretem a műsort, és igazából marhára izgulok. Marhára izgulsz. Jó. Nagyon. Oké. Na, kivel akarsz te megmérkőzni? Én Jánossal szeretnék, mert János nagyon jó arc. De jó. De aranyos vagy. És hogy nem azt mondtad, hogy mert ő a leggyengébb láncszem, így korán reggel mindig a fekete fehérigen nemben. Ami úgy nagyjából egyébként fedi is a valóságot. Ne, mi megtesszük. Igazatok van. Nem játszolt te rosszul. Na, Frenki, felkészültél? Persze. Na, nézzük akkor meg, hogy mire mentél a sok hetes edzéssel. Jó? Oké. Valamint azt írtad, hogy Frenki a feláldozható. Hát megnézzük. Az legyél. Mennyire vagy az? Remélem. 3-2-1, tessék! Frenki! A Frenki az a Ferencnek a becézett formája? Onnan kaptad a becenevedet? A vezeték nevemből kaptam a becenevemet. Franco a Franco. Vezeték nevem. Franco, ez egy spanyol név? Szlovák. Azt mondod, hogy dunaújvárosi vagy, ugye? Budapesti vagyok. Budapesti vagy. Dunaújvárosban dolgozol? Árut terítesz. Tudod, hogy hívták az 50-es években Dunaújvárost? Szerintem ugyanígy. Sztálinváros. Így hívták. Tudtad? Hát az még a régi időkben maradt. Az 50-es években. Az nagyon régen volt. Na, mit terítesz? Milyen árut? Milyen jellegűt? Élelmiszer? Mindenféle élelmiszert. Élelmiszert? Medencéket. Nem, hát igen, olyan kis Eléggé passzív voltam, elnézést kérek esetleg mindenkitől, hogy ez így jött le. Megpróbáltam valahogy húzni, hogy sikerült. Passzív voltál, de nem súroltad azt a határt, ami nekünk óvnunk kellene. Ez egy olyan fajta passzivitás volt, ami ugyanakkor megadható. Tehát, hogy... Meggondolt, inkább fogalmazom. Igen, ezt nem tudjuk megóvni. Nem is akarjuk, de nem is lenne szép, mert hogy azért jól játszottál. Köszönöm. Jó, van egy ajándékcsomagot, küldjük neked. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Frenki, gratulálok. Köszönöm szépen. Szia. Hello, Frenki. Ezek a hagyományos visszakérdezgetések, ezek már egyre kevésbé mennek. Ki kell találni valami újat. Igen. Osztottam, soroztam, próbálkoztam. Visszakérdezgettem. Próbáltam nagyon aktív lenni. Hátha valahol sikerül belelöknem a csapda, de... Hogy volt előtte, hogy akkor most ezt a hetet nyernünk kell? Hát azt, hogy igen, hogy revansot akarunk venni, hogy vért ittunk, hogy le akarunk számolni mindenkivel. Most egy nullada. Vért ittunk. Egyelőre ez a terv még várat magára, de nem baj, holnap meg tudjuk csinálni. De vannak ilyen terveink, hogy jövőre néz, hogy egyszer majd vért iszunk, és majd mindenkit legyőzünk újra. Igen. Tehát, hogy igazából ez most még semmi. Egy null, majd aztán szépen megindulunk. Kitört kerekű lada az új köztemetőnél a villamosi, nem villamos közlekedés bajban lesz. Ezt Krisztián küldte nekünk. És azt írja valaki, hogy karácsonyig nem 2 évig. Sokkal jobb a helyzet. Nem karácsonyig. 2015 egész, karácsony. Az egész Hungária körútnak a felújítás az 2 darab éven keresztül fog tartani. Csak ez a szakasz van karácsonyig. Az lehet, hogy ez a szakasz, de aztán mennek arrébb, és végig az egész Hungáriát felújítják, úgyhogy azt nem csinálják meg karácsonyig. Aha.
Azt nem csinálják. Mondjuk ráfér, tegyük hozzá. X-faktor nézett valaki? Jó? Milyen? Jó, jó. Igen? A szombatra azt néztem, a vasárnapit nem, mert Jim Carrey film volt a DVD-ben, és akkor nem, sajnos nem tudunk a gyerektől semmi más nézni. Ő imádja, mi is szeretjük egyébként, csak mi már sokat szóra látjuk azokat a filmeket, amik még újak. De az X-faktor jó. Jó énekesek vannak, én nem vannak láttam egy darabot se gyerekek továbbra. Vannak benne jók is. Igen, lesznek jók? Vannak benne jók is, és hál' Istennek kezdenek el tűnedezni belőle azok az énekesek, akiket így a show kedvéért juttattak tovább korábban. Hát van hova fejlődni most a harmadik évad után, úgyhogy azt gondolom, hogy bár ott olyan mélyen volt minden, hogy onnan csak előre lehet menni, nem? De most hát de legyünk őszinték, hát Stone-nal meg nekik voltak. Hát ez egy ilyen évad volt, meg ugye a kis Zámbó. Meg a kis Zámbó, meg még azért sokan mások, akik hát azóta se kellene, hogy énekeljenek, pedig megteszik. Szóval, hogy lesznek jó énekesek. Lesznek, vannak is. És még a mentorházba kiszorhatják őket. Persze, persze. Mert a tavaly is azért jókat szórtak ki, és rosszakat juttattak be. Sokszor, hát nem? Hát tökéletesen igazad van. A szerkesztői vezérelv az ugye úgy szólt, hogy legyen benne olyan is, aki miatt meg érdeklődve nézett. Tehát, hogy nem az ének miatt, hanem a sztori miatt nézett. Vannak benne régi énekesek is, annak, akik ismertebbek is már, meg vannak benne fiatal feltörekvők, meg... Na, szóval jó lesz. Nagyon sok. Nagyon jó lesz. Én külön örülök neki, hogy egyébként egy klasszis rock énekes is, Bátki Zoli személyében, BZ személyében, akit egyébként így a metal érában nagyon sokan ismernek, például a Stonehenge vagy a Wendigo zenekar révén is ott van. És így tökre rácsodálkoznak egyébként, tökre. Ez nagyon tetszik, amikor így, hát nyilván ők nem tudhatják, hogy 15 év énekel a srác, hogy hol voltál eddig? De hol teremnek ilyen énekesek? De hol? Na, lomtalanítással kapcsolatban ugye új rendeleteket hoztak, hát egy picit próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet ennek a lényege. Az egész városban sokszor lomtalanítás van, ugye akár szeptemberben is van, ahol tavasszal van lomtalanítás, van, ahol ősszel van lomtalanítás, de hogy... Több fővárosi kerületben még ugye ez javában zajlik a lomtalanítás, és van egy nagyon fontos változás, elsősorban azoknak mondjuk, akik mondjuk ebből élnek, vagy szeretnek lomok között turkálni. Ugye az idei évtől az utcára tett lomok a közterület fenntartó tulajdonát képezik, így ha elviszed azokat, akkor lopást követsz el. Lopást követsz el, aminek az lehet a következménye, hogy börtönnel, vagy akár komoly bírsággal is sújtható vagy. Hogy néz ez ki tulajdonképpen? Azt hiszem 50 ezer forint az értékhatár. Ha te 50 ezer forintos értéket lopsz el, akkor két év börtönt is kaphatsz akár a lomtalanításnál. De ez csak lomtalanításról történik így. Ez tehát, most csak a lomtalanítás. Nem kell azt félni, hogy valaki valahol költözik éppen, és a trozsőrök leteszik egy pillanatra a komódot az utca szélére, hogy megpényenek, vagy megvárják a buszt már oda, és mondják, hello, hello, hello. Hova viszik a komódot, hova viszik azt a kis szófát. Na de várjál, akkor nézzük meg, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Hogy a fővárosi közterület fenntartó ZRT tulajdonába kerülnek. Miért? Ez nekik kell? Ők rohiznak vele? Vagy ők akarják ezt majd értékesíteni? Vagy hogy megy ez? Egyáltalán ki mondja meg, hogy ez 50 ezer forint alatt vagy fölött van? Tehát én lerogyok majd egy lomra. Aha. Mert azt valaki kiteszi. Én ott találok egy agyonhasznált, ezer éves, penészes hűtőszekrényt. Ha 50 ezer forint alatt van, akkor engem nem büntetnek meg. Ha 50 ezer forint érték felett van, akkor megbüntetnek, és ott ül majd egy becsüs, aki ránéz, és azt mondja, hogy 51 ezer. Hívjuk a rendőrséget, vagy ne hívjuk a rendőrséget. Ezt hogy valósítják meg, ezt nem tudom. Ők ehhez nem értenek, ezért kell profikat alkalmazniuk, ezért majd oda megy a profi, és akkor akit ők alkalmaznak, és akinek nyilván van valamiféle jártasság ebben a szakban, és azt mondja, hogy ha 10-ben megáll. Ha mit miért mondod ezt nekem? Persze, profikat kell alkalmazniuk. Tehát én simán el tudom képzelni, hogy más ruházatban, tehát hogy nem mondjuk bővirágos cuccokban, meg fejkendőben és esetleg egy hatalmas trombitaréz karikával a fülükben, hanem fővárosi közterület fenntartós egyenruhában fognak ülni, de gyakorlatilag ugyanazok az emberek. Mert ők a profik, ők értenek hozzá. De most mi a baj azzal, hogyha valaki, akinek szüksége van rá, egyébként azt elviszi? Hát, tehát, hogy ha már én úgy is kiteszem, ha már nekem nem kell, ha már arra nincs semmi szükség, ha már így is úgy is szemét van az utcákon, hiszen a lomtanítás lényeg az, hogy legyen egy ideig szemét, majd attól megszabaduljunk. Akkor miért zavarja az a fővárost, hogy ezt
valaki elviszi, és mondjuk még eladja. Hát nem tudom, láttál-e lomtanítást az érkezők előtt és az érkezők után, mert a lakóközösség lehordja a motyót, ami rossz, ami már nem kell, ami szemét, ami fölösleges. Szemetet nem. Vagy bocsánat, szemetet ugye nem teszünk bele, ami használ, de már nincs rá szükséged, és ők szépen összerakják a kijelölt helyre egy kupacra. Majd megérkezik a horda, akik ebből élnek, és ezt valahol meg is értem egyébként. A segédcsapatokkal együtt megérkezik az aranyhorda. Erzsike nénit a 92 évével egy kis tokival lerakják, ő az őr. Ő az őr. És hogyha másik horda érkezik, akkor Erzsike néni a botjával lengetve jelzi, hogy ez a szemét már foglalt. Na most miután ők elmennek, a probléma az, hogy azt a lomot, amit ott a lakók összehordtak, azt egy 6 négyzetkilométeres területen szétszórják. Szóval szerintem ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy ne hordják szét, vagy ne úgy hordják szét. Tehát ha a lomisok normálisan csinálnák, hogy megnézi, kiveszi, ami kell, utána visszapakolja, de figyelj, nálunk például a 13. kerületben a múltkori lomtanításkor nem lehetett közlekedni. Nem, mert az utcafront, ami 300 méter hosszú az egész házunknak... Na de az nem attól lesz utána onnan elhordva, vagy nem elhordva, mert azt széthordják, mert aki már onnan elviszi, attól csak kevesebb szemét lesz. Az igen, csak szétdobálja a maradékot, ami ott volt. Tehát ha ők visszapakolták volna, akkor szerintem ezt a törvényt, vagy ezt a szabályzatot, vagy nem tudom mi ez, ezt nem hozzák meg. Mert itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy ne kezdjél el lomizni, mert akkor meg leszel büntetve. Ha kisebbet viszel, akkor is van bünti, nem? Igen, hát többféleképpen van, hogy, hogy szabálysértési törvény alapján tulajdonképpen 60 napig is elzárhatnak, pénzbírság is lehet, 5000, legmagasabb összeg 300000 forint, attól függ, hogy te ezt hogy csinálod. Kisebb érték 50-500000 forint, lopás vétségnek számít, 50000 forint alatti érték pedig szabálysértésnek. De nem értem. Aha. Tehát nem értem, hogy mi ezzel a baj, ha ezt valaki elviszi. Abban a pillanatban, hogy én leteszem, abban a pillanatban eddig tőlem vitték el. Az nem volt baj. Most elviszik már a fővárostól, akkor az innentől kezdve szabálysértésnek vagy vétségnek számít. De kinek kell az? Tehát miért baj az, ha ebből néhányan megélnek? Vagy néhányan azt mondjuk később eladják? Tehát szerintem a fővárosnak kevesebb lomot kell elszállítani. Az FKF-nek. Ebben nem? Igazadva, így van. Tehát, hogyha megnéznék, hogy mennyit szállítottak el 10 éve, 5 éve, meg mondjuk tavaly, akkor szerintem ez az összeg, ez folyamatosan csökken. Hogy mennyi köbméter lomot kellett mondjuk elszállítani. Ezek egy részét elviszik az emberek. Akik ezt eladják, akiknek erre még szükségük van, akik még ezt otthon tudják használni, akiknek nincs pénze megvenni. Nem tudom, hogy ezzel egyébként mi a baj. Meg hogy milyen jogon formálnak ők erre igényt? Tehát, hogy milyen jogon mondják azt, hogy ez az övék? Mert azért, mert közterületen van? Tehát ilyen alapon akkor gyakorlatilag minden, ami közterületre kerül, akkor ez az övék kellene, hogy legyen. Tehát, az év 365 napján. Igen, tehát nem csak elveszíted a pénztárcádat, akkor az az övéké. Akkor az az övék, nem? Mert hogy ez közterületen történik. Igen. Tehát, hogy ugyanúgy formálat lett, amikor te már megszabadultál a felesleges használati tárgyaitól, a lomoktól, akkor onnantól kezdve az gyakorlatilag bárki lehetne, aki felvenni és elvinni. Én arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy ennek mi a módja, hogy újrahasznosítják ezt, vagy egyszerűen kiviszik egy személytelepre, vagy mondjuk létesítenek, vagy már létesített ilyen szelektív hulladékgyűjtő udvarokba viszik el, ahonnan aztán mondjuk a lomisok elvihetnék. Értétek, hogy mit akarok mondani? Hogy mit csinálnak ezzel? Egyszerűen csak kiviszik a szeméttelepre, hát, vagy egyszerűen bezúzzák, vagy ilyesmi? Ha én elszállítom és szétválogatom, akkor már a lomis ne vigye el az értékes részét. Igen. Ha a fővárosi fejjel próbálok gondolkozni, ami ugye nehéz, tehát hogyha én beszedem a kitett lomot, elviszem, szétválogatom mondjuk vasra, részre, ami értékes, utána már azt odaadni valakinek, az nagyon nagy felelősség lenne, és az már ott pénzt ér. Azért sem gondolom egyébként, hogy nagyon szétválogatnák meg, hogy elvinnék mondjuk egy udvarba, és akkor ott megmaradnának ezek a tárgyak, mert szerintem hagyományos ilyen kukásautókkal viszik el, ahol ugye nagy része szanaszéjjel törik, bezúzódik, stb. Tehát, hogy ezek a dolgok nem lesznek újra hasznosítva. És nekem még mondjuk, mint környezetvédőnek, tényleg az a szimpatikus, hogy ezeket újra hasznosítják. Tehát, hogy valaki olyan viszi el, akinek szüksége van rá, mert még már benne fantáziá. Vagy kell neki ilyen, vagy eladja, de így, mert ennek szerintem kicsit az az üzenete, hogy az FKF megtartja, vagyis az övé. Ha az övé, akkor ő tudja aztán ezt később értékesíteni. Nem? Mondom, az esetek többségében szerintem nem tudja, mert hogy már tökre megy. Na de hát a vasat, ha elviszik, hát azért azok milliárdok.
egy ország éves lomtanításánál megnézed, hogy mennyi pénzt, hát itt nem arra kell gondolni, nem úgy értem az értékesítést, hogy fogja az FKP régi hűtőszekrén, jön két alkalmazott, hoznak egy ilyen vízkörlő, sikárlát ica, megfogják eladó 30 ezer helyet 15 ezer és kirakják a hűtőszekrényt, hanem értékesítik a vasat, értékesítenek egy csomó mindent papírt belőle. Papírt külön lehet szedni. Tehát, hogy én nem értem, mert kupi így is van. Tehát kuplerá így is van, ha lomtalanít a főváros, vagy lomtalanít az ország. Hogy ezt néhányan elviszik, és most tök mindegy, hogy kik viszik el. Élelmesek, utána járnak, begyűjtik, felhasználják. Tehát ez egy ilyen természetes szelekció, nem? Elkerül tőled, átkerül hozzá, értékesíti. Ezzel nincs baj. Ezzel nem lesz nagyobb kupi. Kupi így is van, mert így is bele fognak túrni, most is bele fognak túrni. Tehát a kupi nem attól van. Rossz helyre dobják, rosszkor dobják, nem szedik össze rendesen, és ott még néhányan beletúrnak, az már az utcának teljesen mindegy. Csak most körbenézel, hogy van-e közterületes vagy rendőr, és utána túrsz. Ugye, mert ha nem látják, akkor hát elvinted. Igen, illetve én kirakok egy komódot, ami 300 ezer forintot ér újkorában, de most már csak 20 ezeret, és akkor ki fogja megállapítani, hogy az mennyit ér? Az a régi értéket nézik, az új értéket nézik, ha majd ki akarnak, nem tudom, vetni rád valamiféle büntetést. Akkor ez hogy felújítás meg? Után 50-et fog érni. Ugye most 20, azt mondtad, ha 300 volt 20 ezer, de hogyha egy kicsit megtakarítod, rendbehozod, akkor 50 ezer. Hát vagy, és 150. Egyéb, vagy 150. És van egy csomó dolog, én egyszer beszélgettem egy ilyen lomissal, és hogy antik dolgokat találnak, amiről a tulajdonosa nem tudja, hogy az egy milyen váza, vagy akármi, és ezeket szépen kirakja, és azt mondta, hogy nagyon jól lehet belőle élni. Na, ezek az új szabályozás szerint, ezek mennek majd a szemétbe. Igen. Igen. Vagy tényleg szétválogatják őket. Szerintem részben arra hivatkozhatnak, vagy arra gondolhatnak, hogy legalább így szakszerűen lesz majd szétválogatva a szemét, mert azért valójában őszintén a lomisok, mondjuk, hogyha találnak egy hűtőszekrényt, akkor arról leszedik ugye a fém újra felhasznosítható részeket, az összes többivel pedig már nem foglalkoznak, azt vagy ott hagyják, vagy pedig valami erdőszélére lerakják olyan helyre, ahova egyébként nem szabadna. Tehát, hogy őket, a lomist csak az a része érdekli, amiből pénzt lehet csinálni. Az összes többi az ugyanúgy ott marad, vagy pedig valahova legórják, aztán a környezetet rombolja. Tényleg. És akkor az büntetik? Hát igen, azt büntetik igen. El. Igen. Na jó, de most így elviszik a lomtalanításról, mondjuk a fémet, és ha mondjuk ezáltal, nem tudom, kevesebb felsővezetéket vágnak le, vagy egy kicsit több pénzük lesz, hát most az miért jobb, nem? Hogy egyébként hát félek, akkor... hogy nem vágnak le majd kevesebb felsővezetéket. De így most még többet fognak levágni. Hát most még így azt is be kell hozni, amit mondjuk még nem tudtak elvinni lomtanításkor. Mert az éves előre meghatározott költségvetésből hiányozni fog az a bevétel, amit a lomizásból szednék. Szerintem ugyanúgy. Uh-huh. Ezeket nem akadályozza meg abban semmi, hogy ezeket a felső vezetékeket, vagy bármi mást összeneszedjenek. Nem, csak ez tényleg azért fáj, mert amikor meg takarítás van, vagy leesik a hó, vagy nem tudom, akkor meg mindig jön ugye, hogy hát az FKF meg nem voltak felkészül, meg a nagy hó, meg mit tudom én, meg. Hát a hó az égből jön, az nem az övé. Akkor az ugye nem fontos, de abban a pillanatban, hogy te valami értéket letesz, na akkor az mostantól kezdve jó, akkor az most 50 ezer forintért büntetjük, és akkor az már tulajdonképpen ugye hát az FKF-é. Tehát az már nem a te tulajdonod. Az már nem a te tulajdonod. Aha. Igazából és én odaadom neked, én kirakom az utcára, de azt mondom, hogy az a Janié, és te odajössz és elviszed, akkor te loptál? Hát, ha a lomtalanításkor történik, akkor igen. De én neked adtam. Hát ő mondta, hogy az a tiéd, az a te tulajdonod, azt ő nem kidobta, csak ott tárolja, amíg te nem jössz meg. Én neked adtam, és addig én őrzöm. Igen, ülök a hűtőszekrény tetején, lóbálom a lábam, te odajössz, elviszed, mi ezt ledíleltük, én neked adom. Akkor az lehet. Akkor az lehet? Hát azt szerintem lehet. Hát, akkor az ajándékozás? PTK szerint az ajándékozás? Tehát, hogy ez vannak ilyen kivételek szerintem. Uh-huh. Ez az egész szabályozás egyébként csak a lomisokat érinti. Szerintem azoknak az embereknek, akik kirakják az utcára a lomokat, ez teljesen jelentéktelen dolog, meg hogy már nem érdekli őket, mert hát azért szabadulnak meg a lomoktól. Mert persze, hát persze, nem, engem nem az érdekel, persze, most én már lemondok, hanem hogy én ennek szerettem az üzenetét. Tehát maga az üzenet az, ami nekem ezáltal egy kicsit így elvész. Méghozzá az, hogy emberek kitesznek valamit, amire nekik nincs szükség. Jön egy másik ember, akinek viszont valamire szüksége van. Megtalálja, hálás érte, elviszi, használja. Vagy ne adj Isten eladja. Hogy ezzel szerint ez egy természetes körforgás. És ha te ezt bünteted, vagy büntetni akarod, akkor egy nagyon rossz üzenetet is elvesztesz ezáltal. Mégpedig az, hogy annak, akinek nincs szüksége valamire, ne tegye le, ne adja oda, mert az a miénk, azt nem viheti el senki, majd mi azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ebben
most ha eltekintünk attól, hogy fémkereskedők, meg bandaháborúk, meg jöttek az utcán, meg ott verekednek egymással, volt egy ilyen nagyon szép üzenete magának a lomtalanításnak, nem? Tedd ki, amire nincs szükséged, és örülj annak, ha valaki odalép, és azt mondja, hogy ez neki kell. És még az is lehet, hogy valaki olyan lép oda, aki azt mondja, hogy aranyom, de jó, hát nekem nincs hűtőszekrényem, elvihetem, persze, tessék. Most ez egy kicsit ilyen ideolasztikus lomtanítás. De hogy azért nem csak késelések vannak lobok között, meg bandaháborúk, meg fémtolvajok. Tehát itt gazdára talál egy csomó ágy, egy csomó olyan dolog, amiből nem szedik ki a rugókat, hanem tényleg elviszik, kis családosok járják az utcákat, mit tudom én. És ez az üzenet, ez oda, nem? Mert arról van szó, ha te kitetted, akkor tulajdonképpen vége. Azt már senki nem viheti sehova. Csak ilyen 10-20 ezer forintos dolgokat. Tehát, hogy ebben volt egy ilyen is. Tedd ki, mert hát, ha jó lesz valakinek. Hát nem nagyon. Nem? Nagyon szép a dolog, de nem nagyon értesz célba még így szerintem. Vagy lehet, hogy valaha régen. Nem. Ha valaki rászoruló, akkor aznak inkább te odaadod. Tudod? Tehát, ha én nekem vannak mondjuk olyan ruháim, amit már nem akarok használni, és azt gondolom, hogy ha kiteszem lomizni, akkor az jó helyre jut, akkor én nagyon-nagyon bárgyún látom a világot. Ha ezt akarom, akkor elviszem egy olyan helyre, ahol tudom, hogy ezt kiosztják olyan embereknek, akik rászorulnak. Nem, a családsegítő központok el lehet oda vinni, vitetni, stb. Sőt, ők sokszor el is szállítják, hogyha ilyen holmiaid vannak. Meg tényleg ott van az az érve, amit a Feri is mondott, hogy sokan az ott lakók, a környéken lakók azért már unják, amikor mondjuk egy héten keresztül, mert ott térdigázolnak a szemétben. Tehát ugye minden egyes utcáknak, vagy a kerület részeknek más napra van kitűzve az elszállítás időpontja, és akkor így akkor hát emiatt gyakorlatilag heteken keresztül mindenhol össze-vissza papírdobozok, ilyen szemét, olyan gané, minden van. És gondolom ezt is akarják, hogy mondjuk ez a része is így megszűnjön. Lehet. Egyébként ebben van valami. Hogy akkor nem lesz kupi? Azt mondod? Akkor nem lesz kupi legalább. Na, jelentkezett több hallgatónk is, aki ebből él. Úgyhogy beszélünk majd velük a hírek után természetesen, hogy egyáltalán mennyi pénzt lehet ebből összeszedni? Meg mi lesz most velük? Meg mi az, ami a legjobb mondjuk a fémen kívül, amit el lehet adni? Meg nagyon sok hozzászólás jött SMS-ben, úgyhogy ezekkel folytatjuk mindjárt. 7:08, jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. A lomtanításról beszélgetünk. Kiderült, hogy egy álomvilágban élet. Az most az voltam ma reggel, ami Jani szokott lenni, nem? Általában, tehát ma én képviselem az álomvilágot, és de az álomországot. De most visszarángatunk a földre, mert eddig tényleg szomorú egy vagyok. Kicsit úgy érzem, hogy madárcsicsergésben sétáltál egy mezőn, mezítláb, miközben virágokat gyűjtöttél, és színes pillangók keringtek a fejed fölött. És nem. Odaszaladt hozzá egy kis bárány, beledörgölte a kis buciát a kis térdedbe, mert megsimogattad, aztán igen. Pedig ő elszögdelt. És ebből a világból rángattunk le ismét a sárba. Szörnyű, hogy már a kitett lomtalanítás nem annak jut, akinek kitesszük, és nem tudják elvinni a szegény ember. Csak a hordák, akik jönnek, és rárabolnak, és megkéselnek mindenkit. Nem lehetsz mindig te a naív, hát most kicsit nekem kell hozni. Nekem egyébként békésebb területeken a lomtalanításról tényleg volt egy ilyen idealisztikus elképzelésem. De ti? De most már tudod, hogy ezt és a hallgatók visszarángattatok a jelenbe, hogy micsoda háború zajlik itt a lomok között egyébként. Jó, de nálatok kiraktok valamit, nem is érték, nem tudják értelmezni, nem is hiszik el, érted? Most kirakod a Bengal Uzen Dolby Surround hifi szettedet, mert megvan. Oda menek megnézni, hogy mi ez, azt sem tudom, mi ez, hagyjuk itt. Nem, most nyilván nem arra gondoltam, hogy gyerekcipőket, gyerekruhákat és megmaradt pelenkákat kiraksz a lomtanításnál, és arra vársz, hogy valami rászoruló család elvigye, mi se oda visszük. De hogy nem tudom, nekem ebben volt egy ilyen kicsit, egy ilyen szép idealisztikus kép. Szörnyű, hogy ezt nektek most le kellett rombolni. Hogy már nem az a lomtalanítás, aminek én gondolom. Sokat nem kell tegyünk érte, azért lásd be a lerombolásba. Ne, sokat nem, hát láttam én is persze. Vasárnap reggel oda költöző mamikát sátorban, aki aztán csütörtökön megy el, úgyhogy mindenkinek a kezét egy kalapáccsal akarja összetörni a hozzányúlsz a lomhoz. Na de mégis, hát azért... A legjobb az, hogy egyébként olyat szoktak csinálni, hogy ő akarja eladni neked. Tehát kiteszi a lomot valaki. Persze. Mamzi odaül, és te mész, és mondjuk látsz egy könyvet, vagy valamit, és ezt így kivennéd. Igen. És azt mondja, hogy 600 forint lesz. Mit árulsz? Nem a tiéd. Húzzál már innen. De nem?
Igen, hogy abban a pillanatban, hogy kivitted, hogy kilépted a kapun, onnantól kezdve már nem adtad. Onnantól kezdve végig van, igen. A 17. kerület madártelepen a lomtalanítás előtt 2 héttel az utca végén 20 fős család költözött oda nejlon sátorba. 2 hétig az utcán vécéztek. Neked tetszene, Balázs? Én dolgoztam kukásautó sofőrként, a mi munkánkat is megkeserítették, hogy ne vigyék el, azt majd mi elvisszük, aztán a felét ott hagyták a leszídás, meg mi kaptuk, amiért ott maradt. Írja egy másik hallgató. Micsoda bűvész köpönyegeim voltak Feri zakóiból. Hát, emlékszem rá, hogy próbálgattad az utcán. Bűvész köpönyeg. Ezek után a lomisok majd beköltöznek a lépcsőházba, és már ott elkérik a cuccokat, ugye, mert ha kirakod az utcára, akkor az már lopásnak számít. És ha én kirakom, majd meggondolom magam, és visszaviszem a házba, akkor loptam? Igen, kérdezi Rucsi. Letetted az utcára, már nem a tiéd. Igen. Balázs, te nem ebben a világban élsz. Ébredj már föl, fogalmad nincs, hogy néz ki egy lomtalanítás. Ha parkolok az utcán, akkor az autóm is a fővárosé lesz, kérdezi Mosolyba Péter. És itt van egy hallgatónk, aki ebből él. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Ricsi! Igen, igen. Hello, Ricsi. Te ebből éltél sokáig lomtalanításból? Hát ez másodállás volt. Másodállás. Aha. Inkább így fogalmaznék. Na, de hát most már azért nem lehet könnyű ebből, itt most már írják. Hát ez már lejárt a jó világ, hogy így fogalmazzak. Na, miért? Hát ugye most már annyira komolyá vált a helyzet, hogy ugye most már bejött ez a büntetés. A másik az, hogy hát az emberek is felébredtek, hogy azért vannak azért értékek, amit kiraknak, és inkább már sokan vagy elviszik, összegyűjtik, és úgy, vagy ha nem, akkor az interneten árulják a különbözők. Most már megmaradtak inkább azok a ritka helyek, ahol esetleg van egy padlásürítés, vagy akármi, tehát a kihalt szülők. Hagyaték, igen, így is mondhatni. És akkor kirakják, és akkor ott, amit elvisznek. De hát az is már olyan, hogy esetleg találnak olyan régi könyveket, vagy akármilyen, hogy így mondjam, cserépedényeket, vagy akármilyen szetteket, amiből esetleg piacokon jó pénzre el lehet adni. Vagy a hozzá nem értők kirakják a Hajdu forgótárcsás mosógépet, és igen, akkor egy-két kis javítás, és akkor már el lehet 5000-ért sohúzni valakire. És te mennyi pénzt tudtál ebből összeszedni? Hát régen? Igen. 100 000-ek. Havonta? Hát a lomtalanításnál. Lomtalanításnál. Uh-huh. Tehát amikor ez működött. Mi volt a legértékesebb, amit találtál? Mi volt a legértékesebb? Hát most így nem tudom konkrétan, de inkább a nagy érték az volt, amikor valami kis olyan, most úgy mondom, nem műkincs, tehát olyan régi dolgot találtam, ami más az arra gondolt, hogy kacat, de hát itt igazából 5-10 000 forint nagyságú dolgokról beszélünk, mert hát most valaki oda jön, tehát nem új dolgot vesz. Tehát azért vannak olyanok is, akik találnak olyan könyveket, hogy utána beviszik, és esetleg 30-40 000 forintért adják be mondjuk egy régi könyvet, és utána bemegyünk mi naivan, és eladják 100 000-ért. Tehát ez ilyen is van. Értem. De hát az utóbbi időben mondom, annyira eldurvult a helyzet, hogy éppen azért hagytam abba, mert féltem. Tehát annyira szervezetten működött a dolog. Én például voltam olyan csapattal, hogy egy hétig tanyázott egy 9 fős buszba heten, jöttek Borsodból, és ott voltak egy hétig vagy 10 napig, lomtalanítás előtt persze. És akkor így próbálták elejét venni a dolgoknak, hogy ők legyenek az elsők, és akkor ebből mentek a különböző harcok, meg a különböző dolgok. Ugye utána behozták azt, hogy nem jelentették be előre a lomtalanítást, de hát az ilyen helyeken azért megvannak a belső emberek, és leadták az infót, úgyhogy csak azt látták, hogy a sötét busz ott parkol az utcán. Tudom, hát én mindig onnan tudom, hogy lomtalanítás van nálunk, hogy előtte egy héttel már megy a cirkálás, és kérdezem, mi ez a forgalmasság, hogy egy hét múlva lomtalanítás. Ők pontosabban tudják az önkormányzattól, hogy mikor lesz, persze. Persze, holott azt mondták, hogy ez titkos, ez nem. De ott is megvan az ember. Na mindegy, nem arról van szó, hogy például az idén is mondtam lomtalanításnál, tehát ezért is telefonáltam be, vagy írtam SMS-t, hogy találkoztam olyan szülővel, aki a saját autójával, a saját költségén gyűjtötte össze a gyerekének, az osztályának, hogy a könyveket, hogy bevigye a mélybe, és utána tudja a pénzt leadni. Tehát azért már itt tartunk, tehát itt tart az ország, tehát nem az, hogy most az ember jó kedvéből megy oda, vagy tehát érted, mire gondolok. Értem, persze, tehát persze, a másik, persze. A másik az a büntetés szerintem meg inkább arról szól, hogy itt elveszek,
ott meg odaadom. Tehát most ezzel a büntetéssel is azt akarják, hogy az embert megbüntetik, és akkor persze, hát itt megy a rezsicsökkentés, meg az ilyen-olyan... Jó, Ricsi, még nem szoktunk politizálni, úgyhogy ebben nem menjünk bele. Köszi, hogy itt voltál. Péter, hello, jó reggelt. Szevasz, hello. Na, hát a pénteki autónyertesünk. Szia. Megbarátkoztál már a gondolattal? Próbálkozok. Na, mit szólt a család? Mit mondtak a többiek? Mit mondtak a munkahelyen? Mesélj egy kicsit. Hát nagyon örültek a munkahelyen. Igazából csak telefonon beszéltem, mert hál' Istennek szabadságon vagyok csütörtökig. De igazából folyamatosan csörgött a telefon, SMS, Facebook, minden, úgyhogy mindenki gratulált, örült, én is. És már az ásás előtt kivettél Szabit, vagy pénteken, amikor autótulajdonos lettél, akkor az a szóltál, hogy bocs gyerekek, most nem, pénteki nem. Tervezett szabadság volt, úgyhogy. Tervezett Szabi. Mit mondtak, mikor kapott meg az autót? Beszéltetek erről? Igen, elméletek nagyjából még egy olyan hónap, mire papírozások meg lesznek. Aha. De majd tartjuk a kapcsolatot. Egy hónap múlva már akkor beülhetsz. Akkor már biztos. Na. Volt olyan, aki gratulált, mint már régóta nem beszéltetek a családból, és fölhívott, hogy hallott téged, rácsörgött egy olyan rokon, aki... Kölcsönkért az autó. Igen, vagy olyan, aki már azt mondta, hogy figyelj már, ha eladod, akkor legyen már valami, adjál már kicsit pénzt belőle. Hallod, mennénk horgász. Nem voltak kölcsönkérések? De, már mindenki bejelentkezett, hogy ugye, mehetünk egy kört, mondom, majd persze. Tényleg? Már néhányan jelentkeztek az autóra? Persze. De jó. Kollégák, úgyhogy... De no. Nem kapják meg nyilván, ugye? Nem. Párod mit szólt? Nagyon örült neki. Ára Istennek nem néztem hátra, mert ő pont a 9-es mondta volna, hogy tartsuk meg, úgyhogy... Hú, de kemény. A 9-es kulcsra gondolt, hogy tartsátok meg, hogy az a nyerő? Igen, úgyhogy mondta is, hogy jó, hogy nem néztem hátra. És hogy jött ez, hogy te azt tartsd meg? Tehát, hogy milyen sugallat volt? Mert ugye a párod pont a másikat csúcs. Éreztél valamit? Vagy te egyszerűen csak... Igazából semmit, csak úgy adtam. Nem gondolkodtam semmit, csak úgy fogtam és odaadtam. Uh-huh. Milyen rangban vagy a tűzoltóságnál egyébként? Ez egy létesítmény tűzoltóság, itt ugye egységparancsnokként dolgozom. Egységparancsnok? Parancsnok úr, így kellett volna szólítsuk. Egységparancsnok úr. Uh-huh. Az minek felel meg, dandártábornoknak egyébként? Nem. Adott szolgálatban, én vagyok a Kárhegy parancsnok. Na jó, hát akkor csak egy pillanatra még így felhívtunk, hogy mi a helyzet veled, meg hogy vagy, meg hogy felfogta, de már nagyon-nagyon gratulálunk. Szerintünk nagyon jó helyre megy, ismerve téged. Már hogy egy kicsit jobban megismerve. Jó egészséget kívánunk, meg sok boldogságot az autóhoz, Péter, még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bekerültél. Figyelj, a többiek arcán mennyire volt őszinte most, amikor oda jöttek gratulálni 4 órásás után? Láttad valaki azt? Szerintem fáradtak voltak. Aha. De örültek ők mély jellegből. Örültek, ugye? Egy csapat voltunk, úgyhogy. Az igaz. Igen, csak te jártál a legjobban. Oké, na használtuk egészséggel a kocsit. Köszi, Péter. Jó, nagyon szépen köszönöm. Kék szirénát nem ám kapcsolgatni. Igen. Hello. Ciao. Hello. 10 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Jó reggel. Mi újság, futottál te is? Hát annyira jó futóversenyen voltunk a Janival. Mesélt róla? Reggel meséltem. És dicsértelek benneteket. Hát különleges volt. Hát persze nem, de egyébként igen. Tehát most, hogy már futok egy ideje, elmenni egy futóversenyre, azért ez egy jó feeling. Együtt lenni a sporttársaimmal, a barátaiddal. Sokat készültek rá. És mennyi idő alatt futottad le? Nekem ez a 6 km 33 perc alatt ment. Én általában ugyanezt a távot futom, amikor elmegyek futni reggelenként, és akkor ilyen 40 percet szánok rá. Tehát igazából én csak kocogok, azt szokták otthon mondani, hogy mész szaladni ma is? Szaladni. 40 percet futottál 6 km? Nem, most 33. De 33-25. Ja, Janinak ott van az eredmény. És jók voltunk. Csapatban 1:44-et teljesítettünk, ez a félmaraton időnk. Ami egyébként kifejezetten jó idő. Hát én szeretném egyedül lefutni 1:44 alatt. A félmaraton? A félmaratont, igen. Most megjavították a világcsúcsot. A maraton világcsúcsát. Nem egyébként érintve. Hát nem tudom, hogy 2 óra 2 perc, 2 óra 2 perc. Nem mentek még 2 óra alá, de most megint javítottak 1-2 percet rajta. 2 óra valamennyi alatt lefutni 40 kilométer. Megtöbbentő. Itt is azt voltak komoly. Egyébként nagyon erősek. Csak mondom, hogy azt mondja, hogy az első csapatból volt, aki a 6 kilométert
20 perc 28 másodperc alatt futotta le, ami 3.24-es kilométert jelent. 3.24-es. Az enyém az 4.30-as volt. Ő egy perccel jobbakat futott kilométerenk. Nagyon durva. Az kemény. És ez egy jány. És annyira különleges volt az, hogy kint a reptéren egy kifutó pályán futunk. Hát oda élő ember nem nagyon megy be. Vannak ilyen vezetett túrák, én is voltam már többször, amikor megnézett belülről a repülőteret, de akkor egy buszban ülsz, és nem szállhatsz ki még véletlenül sem. És most végigfutni egy kifutó pályán, és ott, az, ott van a guminak a nyoma, tudod, ahol földet ér a repülő, akkor mindig kopik egy kicsit a gumi, és ezen a gumin futottunk. Kaptunk futócipőket, én úgy éreztem, hogy pattogok az elején. Mert nekem is nagyon jó futócipőm van, amit vásároltam, amit kaptunk. Elkezdtem futni, és azt éreztem, hogy úristen, hát valahogy földet kellene érni, valamivel meg kellene kapaszkodni. Hát, igen, olyan volt, mint Tigris a Mici Mackóba, tudod, így a farkán. A farkán, farkán pattogott a Csabi. Azért volt csak rossz, hogy a Csabi másodiknak futott, mert ő nem láthatta például azt a spontán aerobik órát, amit a Roli tartott közvetlenül azután, hogy beérkezett, mert ők ugye egymást váltották. Igen, Roli volt az első, Roli váltott bejött, a Rolit. Utána egy ilyen 6 és 10 perc közötti időn keresztül folyamatosan aerobikozott. De miért? Ez, levezetett, nyújtott? Vagy? Ez a kérdés megfogalmazódott bennem, és az Orsiban is. Megbolondult a Roli, vagy mitől? Figyelj, konkrétan ott gimnasztikázott, nyújtott, de hogy, de ha egy picit így jó, nyilván nem kevertem volna össze Rubindrékával, de hogy egyébként így egy kicsit így ilyen szűrtem volna a szempilláimmal, és úgy néztem volna őt, akkor azt mondom, hogy valamilyen, hogy hívják, Kattus Attila ott. Figyelj, toltott egy aerobik órát, hogy miért utána, és miért nem előtte tolta mindezt. De ez még közvetlenül azelőtt volt, amikor kereste a kocsmát, és rá akar gyújtani, ugye? csak mondom egyébként, de tényleg egyébként jött mindenki a kis cumójával, Rolinak is volt egy ilyen kis hátizsák, és a hátizsákon kívül volt egy zseb, egy ilyen hálós zseb. Mi virított ott, doboz cigi. Hát mi már? Hát a dohányzik. Egy cigi előtt, egy cigi utána. Jobb a közérzet. Nincs az a baj. Hogy tönkre tegye az egészségét a futás. Igen. Futás közben is ságyújtott? Lehet, hogy azért futott ennyire rossz időben, megállt egy szín, mert megszédült a nikotinészség miatt. Mennyit futott a Roli időben? Roli nagyon jót futott egyébként, kifejezetten jót. Azt mondja, hogy 1.28.59-et. Micsoda, kilométer hogy 6 kilométer? Ne, a kilométer átlag az 4.49 volt. 4.49-es kilométereket futott, úgyhogy az nem rossz. Nem rossz, főleg úgy, hogy van rajta minimum 10 kiló súlyfelesleg. Pont Ferének ecseteltem reggel, hogyha a Roli egy nagyon picit komolyabban venni ezt a sportolás dolgot, nagyon jó futó lehetne belőle. Mert meglepően gyors ahhoz képest, hogy milyen súlyfelesleg van rajta, meg hogy annyira nem él egészséges életmódot. Tök jó tolja, tök jó tolja. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját. Hát Orsi meg mindenki mögött akart futni. Morning show. Jó reggelt, hello. Hello, jó reggelt. Hello Peti, ugye a Vidámpark bezárásáról beszéltünk, te azt írtad, az óriáskerék marad a tengeri malacoknak. Ezt írtad nekünk, szerettük, helyes volt. Te vagy a naphallgatója, Petikém. Hol hallgatsz minket helyileg? Káponásink. Kápolnásink, oké. Okay. Köszi, hogy minket hallgatsz. Küldjük az ajándékcsomagot neked, köszi. Köszi szépen. Sziasztok. Hello, ciao. Csabikám, remek zenéid lesznek? Igen, köszönöm kérdésed. Beszéltetek arról, hogy a Jani a Vidámpark helyén nyíló kis létesítményben liánokon is lógna, és erről eszembe jutott Tarzan. Hát ugye gyerekkorunkban Tarzan akar lenni. Mi csak Tarzannak mondtunk. De mi Tarzannak mondtuk, mert mi Szexádon nőttünk fel, és ott így kellett mondani. Mert ha azt mondtuk volna, hogy Tarzan, akkor nem tudtuk volna, hogy kiről beszélünk. Ja, csak Tarzan szeretett, vagy Rahant. És volt Tarzannak egy felesége, a Jane, és ezt a Jane-t jeleníti meg legújabb klipjében Katy Perry, és ezt a dalt én most lejátszom, az a címe, hogy Roar. Tarzan? Tarzan. Tarzan is Katy Perry. 5 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, ami pedig holnap. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, get up. It's brand new.